Halóka, sziasztok, szia kutya, köszönöm szépen a vizet, Drill. Tudom, hol a vizem. Meg kell keresnem, megvan. Vizus srácok, hogy vagytok? Jöttem a streammel, ami meg lesz szavazva a legutóbb. Az a szavaz, hogy legyen Genshin farmozós stream. Úgyhogy itt vagyok. Nem tudom még mi lesz, majd így menet közben kiderül. Közben remélem maradtok beszélgetni velem. Mire farmolunk? Nem tudom. Igazából nagyon sok mindennel el vagyok maradva a játékban, ilyen mellékvesztekkel, meg kulusz sincsen meg mind. Ha esetleg hangos a játék, vagy halk, vagy bármi van, akkor nyugodtan szóljatok. Megjött az új füles, úgyhogy most már hallok mindent rendesen, de könnyen lehet, hogy el van állítva valami nem jó, túl hangos, túl halk, vagy bármi előfordulhat. Ami tél van a játékban, mert harangoznak. Yep. Délben és éjfélkor mindig van ez a fura hang. Itt harang hangnak tűnik, de... tudom, mit csinál. Látom, az biztos. Úgyhogy... nem tudom, az biztos kutya, hogy fogok a napikat gyorsan megcsinálom. Aztán meg nem tudom. Lesz a szokásos, nem a repu bosszokat megölöm. A repu questeket megcsinálom, ezeket összeszedem. Aztán meg szerintem előkapok egy interaktív térképet, aztán meglátjuk, hogy mit találok. Vagy vagy amúgy mi újság volt kutya mesélj, minden szupi. Meg szombaton lesz a kövi stream, azt ugye mondtam, hogy lesz közösségi nap, és fél háromkor fogok kezdeni a streammel. Fogunk játszani crab game-et, hogyha esetleg lesz kedvetek, nyugodtan lehet jönni játszani. Full ingyenesen letölthető a játék, illetve lehet nyerni játékokat. Azt pedig ide linkelem nektek a lejátszási listáját adnak, hogy mégis miket lehet megnyerni. Aztán meg majd ellinkelem Discordon is, mert ígértem, hogy linkelem, csak az annyi minden volt, hogy kimaradt, de azt már meg fogom osztani Discordon is. Ha még egyeztetek ezt-azt, és akkor úgy ki fogok még írni még dolgokat, szerintem. Kitettem Szedlini egy saját fegyverrel, azóta szépítgetem ő nagyságát, most még dilemmázok, hogy popó királyra viseljek, és igen, megy ez a popó. Ki a popó király? Mi? Ki a popó király? Frutyi? A frutyika? Én csak frutyinak hívom. Nekem fixen nüvilet kell. Aztán meg, ha tetszik a frutyika, akkor frutyikát is szeretném. Mert tetszik nagyon. De meg akarom nézni, hogy milyen maga a játék élmény vele. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hiszen a másik verekedős karakter ugye az Heizo, és Heizóval is imádtam játszani. Meg szerintem Dehia is nagyon fun, csak Dehiát még nem annyira használtam, mert egyáltalán nem építgettem. Rengeteg karakter van aztán. Nem érek egyről a kettőre. Tehát van egy nagy listám, hogy jó, miket kell összeszedni, oké, minek mi kellene még, de egyszerűen nem érek egyről a kettőre. Hoppa.
Rizlok. Ez szegénynek nem van. Csak Rutyinak hívom. Már 20 bandó. Nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszenek amúgy. Dizájnra, aztán meg kire nagyon-nagyon-nagyon tetszik ugye nővi lett, és úgy voltam vele, hogy jó, hát nekem nővi lett, az fog kelleni. Viszont Brutyi meg nagyon tetszik. Dizájnban jobban is tetszik egy icipicit talán, mint nővi lett. De még mondjuk ez olyan, hogy mikor láttam őket a videóban, azt mondtam, hogy nekem Rutyi jobban tetszik, mint Nüvillet. Aztán láttam Nüvilletet a játékban, akkor meg úgy voltam, hogy fú, ez tök menő néz ki a játékban ez a karakter. Jobban, mint a videóban, amit láttam. Vagy nem tudom, hogy jobban oda tudtam figyelni rá, az is lehet. Aztán, ja, ilyen kérdéses, tetszik mindegyik amúgy. Csak akkor kellene fegyver is nekik. Hát nem tudom, majd meglátjuk. Ugye 100%-on vagyok. Tehát egyértelműen Nüvillet meg lesz, ugye Nüvillet lesz az első banner. Itt kérdéses, hogy a fegyver, fegyverem mennyire leszek lucky. Megpróbálom neki kiszedni, és utána rámegyek a Vrutyira, ha ki tudom, kiszedem fegyvert, majd meglátjuk. Az nem biztos, hogy meg lesz. Reméljük a szerencse velem lesz. Nem tudom, hogy kutyát, aki maxoltad itt már a... Én akartam mondani. A Statue of the Seven-t összeszedted az összes kuluszt, ami van? Mennyi kulusz van összesen? Vagy a Statue meddig... Vagy hogy lehet mondani, meddig lehet menni vele? Mert szerintem én nekem biztos hiányzik szerintem egy-kettő. Nem tudom, hogy melyik. Csak így. Hogy bár tűnik. Jó, hogy a másikra néztem, semmi baj. Tegyük akkor ezeket a szép virágocskákat, ha itt vagyok. Még ott van egy. Még ott van három. Jó, sok van, nézem. Level 4, 18, 28. Na majd milyen megnézem. Ezek olyan cukin egymást köpködik. Nézzétek. Első alkalom, és így álltam, és csak így néztem őket, hogy egymást köpködik. Hihetetlenek. Esek. Interaktív szint 85. Na, majd milyen megnézem. Mizuréku. Köszön. Leadjuk a quest-t. Jó. Jó. Kiküldök el ezekre. Tések. Thank you.
Na, nézzük csak akkor. Azt mondja, hogy Fantén idejövő. Megmutatom, mit csináltam, és nem tudom visszacsinálni se, úgyhogy remélem a Mihoyo valamit kitalál ezekre a problémákra, mert meg kell nekik írnom. Hogy, szóval vannak azok az emberek, akik így kattingatnak össze-vissza, és közéig tartozom. Na várjál, azt mondtad, hogy level 4, 18 per 28. Van még akkor 3 valahol. Oké, na váltok. Oké. Hol lehet még 3? Amit nem találtam meg. Valahol a víz alatt. Hát lehet van valami quest, amit nem vehettem föl, de nem tudom. Még most nem megyek ide a Z-hez. A Steambird-esekhöz. Aztán kiderül. Nem tudom, hát eskü. Tehát 3 hiányzik valahol, mert múltkor így mikor úgy végeztem az Arcade-gel feljöttem, és elkezdtem itt ezt a területet, ezt az Elinas területet végigmászt, mert tudom jól, itt az összes hegyet végignéztem, hogy van esetleg valami, bejön-e valami, ami nincs meg. Biztos van valami, szerintem World Quest, amit nem vettem fel valahol. Fire-on, azt felvesz. Oda megyünk, de először felveszem a questeket is. Mert 14 per 20 questem van meg, és gondolom most mind a 20-at meg lehet már csinálni. Tehát akkor valamelyik quest hiányozhat. Ezek hiányoznak. Primary colors of the solar corona. Where it is so easy, the fountain flows again, a certain stamp, certain trifle, certain not. Tehát valószínűleg valahol nem vettem fel WordPress-et. Akkor azt is csinálhatnám, hogy most megcsináljuk ezeket. Hát. És akkor megnézem, hogy hol van itt WordPress, és akkor oda szaladgálok, és hát, hogyha feljön. Szaporájzzuk. És amúgy hogy tetszik eddig Fontaine? Kutya, én nem tudom, most valahogy ezt nagyon, nagyon élem. Nekem nagyon tetszett Sumeru, de valamiért ezt most jobban több időt belefektettem ebbe a... ebbe a... területbe egyelőre, mint amikor kijött a Sumerui. Megöljük a boss-t. Látod azt a színben. Igen. Elég tömény volt amúgy az egész szituáció. Meg én annak örülök, hogy megváltoztatták a térképet. Ezért is van az, hogy vissza kell mennem ugye Sumeruba a dolgokat megcsinálni. Mit Pyro-ra volt, ugye? Azt hiszem érzékeny. Úgyhogy rengeteg dolgom van még Sumeruban. De lassacskán mindig csinálok belőle valamennyit amúgy. Ott is ott maradtak a questek, ott is ott vannak a kuluszok, meg az aranara questek. Azokkal nálam, megmondom őszintén nálam, hogy szerintem az aranara questek tették be egy kicsit a kulcsot, vagy hogy szokták ezt mondani? mert valamiért, azt tudom, hogy elkezdtem őket, elkezdtem csinálni, az volt egy pont, ahol egyszerűen azt hiszem elakadtam. És így... én már leszettem. És így valahogy így ráuntam, hogy szenvedjek vele, hogy rájöjjek, hogy mit kéne csinálnom. Így rengeteg mindenem van igazából még mindig.
Dead. Kell a primo, amúgy igen. Magamtól kellett volna az aranyát, fix ugrottam volna a negyedikről, mindent a YouTube-ba osztam, aztán ha kimaxoltad a könyvet, mehettél megkeresni a aranyát. Mondom, én azt elkezdtem csinálni, azt úgy elment minden életkedvem, hogy ezt utána már nem is annyira foglalkoztam a questekkel, amik mellékvesztek voltak, úgyhogy rengeteg mindenem elmaradt Sumeruban. Ez az aranara, az nagyon rátett egy jó nagy lapáttal arra, hogy nagyon ne legyen kedvem a mellékvesztekkel foglalkozni. Nem, az egy másik quest. Az oszlopos quest, ja, hát az oszlopokat se csináltam meg, szerintem talán egy oszlopot csináltam meg a sivatagban. Hogy többit nem. Hát ugye eltévedtem alapból a sivatagban a izék, tehát a sivatagban a, mi az, a piramisokban mindig eltévedtem, nem tudtam, hogy most hol voltam, hol nem voltam. Olyan voltam, hogy van rossz mese. Hol voltam, meg hol nem is voltam. Hát én minden játékban eltévedek, de tényleg, tehát amikor játszottunk a izével, a, ezt már párszor elmeséltem, a, mi volt? A Generation Zero-val, és bementem lootolni egy házba, aminek volt emelete, meg pincéje. Azt hiszem, vagy valami hasonló, azt tudom, hogy három szint volt. És így... Én eltévedtem, míg lootol. Nem tudtam kijönni a házból. Aztán ott mondtam Kobieknek, hogy jöjjenek már be, értem, nem találok ki. És akkor már ott csöndbe szenvedtem, vagy 10 perccel, hogy kitaláljak, de nem tudtam rájönni, hogy hol kell kimenni. Na, ezt is meg kell csinálnom, de ezt majd megcsinálom. Szerintem... Vasárnap. Este fele. Ja. Jöhet a következő kosszocska. Jó kossz... Ej! Azért ne felejj, ne akarja ide fejest ugrani. Mert az neked fájni fog, fiam. Ja, nem mutattam meg, hogy mit csináltam. Na, mi mutatom? Hogy mi az, ami nagyon rosszul van kitalálva. Mihojo által. Nem gondolták át azt, hogy vannak olyan vad emberek mindén, akik csak kattingatnak össze-vissza. Na, nézzétek csak, mit csináltam? Nem nagyon gondoltam végig azt, amit csinálok, csak kattingattam. Úgy lasszítem arra egy pillanat, hogy ez egy ilyen nagy láda. Látok, hol vagyok most? Hát lehet jobban járok inkább, ha egyet teleportálok. Milyen mutatom? Nézzétek azt ott! Letettem ide a trappet. És nem lehet felszedni. Felszedni ezt a szart innen, és itt várja a kristálflyokat. Hát itt milyen kristálfly fog belerepülni, hogy felszedhessem? A város közepén. Nem lehet felszedni. De olyan helyen is fog szedni neked kristálflyt, ahol nincs, hát közelünkben nincsen kristálfly. Nem a szabadban van, érted, hanem a város közepén. Igen? Na, mondom, az, hogyha ténylegesen ezt kintre kellett volna letenni, meg így lenopta a város közepén, az itt fog árulni.
Anya, zsírtam saját magamon a nevetéstől amúgy, hát mondom, de hogy lehetek én egy ekkora állat? Na várjatok. Jövünk felfele. Geo volt írva, úgyhogy nem is váltok partit. Most ezenek próbáltam farmolgatni a Linetnek egy kicsit artifaktot, de hát... nagyon szeretett a játék, különösebben velem foglalkozni, nem nagyon esett semmi. Ezek hozzászokni, hogy az artifakt gyűjtögetés, karakter bildelés, az egyszerűen az pure luck az egész. Lehet, hogy itt annyira a víz nem lesz jó nekünk, de... Én miért titeket öllek? Hát kapjátok már be, meg nem ti kelletek. Meg megcsinálhatnák azt is, hogy ezek a mobok dobjanak amúgy valamit, vagy bosszok lootot pluszba. Vagy legalább a saját materiájukat kidobják, amit amúgy dobnának. Mert azért az nem egy olyan nagy mennyiségű izé, hogy a heti három boss kidobja a saját matiát. Ugyanúgy a napi questekben is van, hogy ölni kell ilyen dolgot, és akkor nem ad semmit, hanem én nem. Hát adhatna. Dendro damage. Lini most egy oldal szerint top 71 build alapján. Igaz, csak 7500 ember. Nem pulottak rá annyira voltam. Nekem sem nagyon tetszett. Azokat nézik, akik feltöltik, jaja. Én nem szoktam ilyenekkel foglalkozni. Meg nincsenek jó buildjeim, szóval én csak úgy nagyjából kibillelem, aztán én nekem arra pont épp elég, amire használom, tehát én nem megyek rá arra, hogy olyan hú, mit tudom én, miket buildeljek. Megpróbálom mindegyiket kibildelni, hát ugye elvég maradva elég szépen, de... Igazából, nem baj. Nagyon-nagyon hamar igazából rájöttem arra, hogy próbálj az emberit buildelni a karaktereket, de a játék az igazából bemutatja a középső ujját szépen mindenkinek. Aztán RNG alapú loot-tal mit tudsz csinálni? A pool az meg hatalmas igazából ezeknél az artefaktoknál, szóval... Meg a variáció is. Na, adsz ide. Köszönöm szépen a fontságosság. Le kéne vadásznom a questeket. Vagy csináljam azt, hogy megnézem, hogy mi a neve, és akkor ránézek a neten, hogy ez honnan kezdődik. Ma az is egy jó opció, nem? És akkor nem kell pluszban annyi szaladgálnunk. Na, várjatok. The three primary colors of the solar corona.
Jó, elvileg... Ehhez kell három quest. Illusion, meg Limner, meg valami fishy. Mondom, azok már megvannak. Itt a fish... ez a... Milyen megnézzük? Elvileg lent van az egyik Melusinnál ez a quest. Most ha megnézzük, látjátok? Ugye ez oké, az event, de minden más Sumeruban van, ami questem van. Meg ezek is. Még ez is itt. Mindenféle Sumeru questem van. Azt claimeljük, és akkor azt mondjuk, hogy lemegyünk lentre a Melusinokhoz. Nézzük. Nem akarsz hiszen, csak ki akartad hozni a Maxot. Ja. Én nekem tudod, melyik volt ilyen Hutao, meg Tartaglia volt, akit olyan hosszú ideig mentem be, folyamatosan farmolgattam, és soha nem kaptam semmit. Aztán meg mondtam, hogy akkor ott hadd meg. Aztán nem foglalkoztam onnantól vele. Én még mindig nincsen kibildelve. Mi a neve ennek a kis... Az egyik se az, aki nekem kell, várjatok. Nem is ez az. Nem is ez az. És nadrág nélkülek. Ah. De nekem nincsen izéje a feje fölött. De ő lesz az. Ő lesz az, igen. Ő az. De mennyire gáz, hogy így nem írja ki amúgy, hogy ő questet ad? De semmi mutatójele annak nincs, hogy ő nekem adna egy questet. Szóval simán elszaladgáltam itt amúgy anélkül szerintem, hogy különösebben foglalkoztam volna ezzel a kis szerencsétlennel. És ha meg is kapott életet artifactja, simán dodzsolhatja az összes kritet. Ez így van? Nem tudom, mi az a krit. Kritem sosincs általában. Random valamit kattintunk, azt haladunk. Na, hát nézzük csak. Kurva jó. Most. Ilyen válaszok vannak, amikor így rááll a szemem, hogy így nézem csak, hogy most mi van. Fight. Adok neked egy. De a lényeg az, hogy most el kell látni mindenféle dolgokkal, amikből tud festékeket csinálni. Ennyi, és csak valamit adsz neki, ami... Ami jó lehet, na, black. Iront nem kapsz. De most pont olyan cuccokat akarsz tőlem elvenni, amiből nincs? Akkor régis csak Iront kapsz egyet. Kap be. Az a durva, hogy azért megyek 4 órás küldetésekre a karakterekkel, mert nincs Ironom, hogy a dolgokat lecraftoljam. És... A másik cucc, az meg abból egy csomót össze kell szednem, mert dehjának is kell, meg még valami ez kellett. Úgyhogy így... Cool. Nagyon jó dolgokat kér. És akkor meg vagyok? És akkor ebből most befejeztem. Gondolom. Oké, okay. Bye. Tök
egyébként nem néztem meg az összes questet. És most megint visszamehetek. Na és mi filmet ebédeztetek, mondjátok, meséljetek nekem. Hadd éhezzek itt egy kicsit. Én kicsit bűnöztem, mert ettem 3 darab palacsintát, amit nagyon enyhén megkentem Szilvalekvára. Ennyi volt a mai érkezésem. Ez az megvan. Oké. Where it... Azt mondja, where it will be... Akkor inkább beírom az összeset, és akkor nem lesz, nem lesz a probléma. The fun then goes again. Mi van? A certain stem. A certain... Akkor a certain mi van? Fem... Öl... És... Így szép sorban minden. Megint le kell mennem, honnan jöttem. Ezt komolyan mondom. Mindent visz. Szóval megint le kell mennem lentre. Szia Ádám, mi újság? Közben megnézem, hogy van-e sem bot nálunk. Hello mindenkinek, sziasztok! Üdvözlök minden kedves lurkolót! Oké. Semmi bot nincs. Közben még egyszer mondom, srácok, hogy hétvégén fogunk közösen játszani. Szombaton. Ilyen, hát nem tudom, mikor kezdődik, amikor végzünk a Vermintide-dal. De crapgamezni fogunk, full ingyenes a játék, le lehet tölteni, lehet hozzánk majd csatlakozni, lehet játszani 30-an. Illetve... Lehet majd nyerni játékokat, úgyhogy gyertek majd. Ez a lejátszási lista, amit linkeltem, ez az, ahol meg tudjátok nézni, hogy milyen játékok lesznek kisorsolva. És ma pedig Discordon is meg fogom osztani. Oké. Okay. Szóval... Valami kosazín, vagy kivel... Hol van? Letölt vissza abban. Mert ha itt erre felelen valahol. Tök megindulok erre. Ma végre rászántam magam gépvásárlása. Hú, végén zsíros kenyér lesz. Hát, ja. Gépvásárlás az ilyen szokott lenni, ez csak egy jó. Most mire küldted el itt a Tendo bansódat? Itt rakott krumpli lehet, szerintem, hogy 4 éve nem ettem, és nagyon jól esett. Na, az jól hangzik. Én annyira nem tudom, nem szeretem a rakott krumplit, legalábbis ahogy itt nálunk csinálják, nem annyira vagyok érte oda. Én nagyon szeretem a fűszeres dolgokat, és... Én úgy szeretném azt a rakott krumplit, hogyha a krumpli valami jó kis fűszerrel jól meg lenne fűszerezve, szerintem. Akkor jobban ízlene.
sós krumpli az sose volt a... Nem tudom. Nekem való étel. Akkor se tudták rám erre szakolni, mikor azért... Tudjátok, szoktak lenni ezek a járványok, mikor az jön ez a hasmenés, hányás. És akárhányszor elkaptam ezeket, akkor ugye mindig mit teszel? Hát sós krumplit. Tehát nincs más opció. Főtt sós krumpli. És... nem, ott se ettem. Inkább sós főtt sárgarépát ettem. Én biztos nem fogok. Most nem tudom, hogy mit kéne neki mondani, de úgy végigbeszéljük az összes opciót. Ami van. Úgyhogy én el tudnám képzelni azt, hogy jól befűszerezni ezt a krumplit. Én nekem ilyen speckó rakott krumplim lenne. Szerintem. Mit vigyünk neki? Winvillasser. Mert ebből sok van. Ropi meg a háztartási keksz, ja, azok is ott voltak, de mindig sós, főtt, krumpli. Hát a világból ki tudtak volna kergetni, amikor már, hogy a főzek egy kis krumpli, kell a bánatomnak főtt krumpli. És akkor az utóbbi, tehát amikor már azért nagyobb voltam, akkor lett leváltva az teljes mértékben ez a főtt krumpli dolog, főtt sárgarépára. Mit csináljak? Vizet kellene, ugye? Tudjátok akkor mindjárt. Elég az, ha Barbarával adok neki egy kis üzet, nem? Tessék. Azt csinálnám szerintem, hogy magamat ismerve, hogy tényleg a krumplit nagyon megfűszerezném mindenféle finomsággal. Pakuk, fű, meg egyebek, és akkor ezért raknék bele inkább csirke mellett, vagy akár még darált húsra is el tudnám képzelni. Meg egy kis békönnel, a békön mindig segít mindenen. És a legvégén a tejföl, amit ugye tetejére tennék, az is fixen ezért megcsinálnám fokhagymás tejfölre. Nem is helyezném a fokhagymát, de fixen. Tehát én ilyen extra csinálnék szerintem. Nem csak közel lenne a izéhez. Még azt is el tudnám képzelni, hogy pont úgy krumplival megcsinálod, mehet a kolbász, meg minden, mit tudom, minden bele, viszont tennék bele egy kis savanyú káposztát. Mert van egy nagyon finom hús, amit mindig kolbászom, meg savanyú ízével töltenek, meg savanyú káposztával, és annyira szeretem. Annyira jó íze van. Extra finom. Most akkor végeztem veled? Szerintem? Tűnik? Jó. Következő. Hol kell van? Köszönöm szépen a 12. hónapot! Egy évesek lettünk! Köszönöm a támogatást, Réku! Felhasználjuk majd valami szépre és jóra! Szóval, ja, én nem tudok, ahogy szoktam, nem tudok főzni, meg sütni, meg ilyen dolgok, de mindig kitalálok valami kaját, amit valahogy megpróbálok összekocsvasztani. Vagy olyankor ilyen nagy összeülések vannak, akkor így összebeszéljük édesanyámmal, hogy figyelj már! Mit gondolsz erről? És akkor megcsináljuk. Ilyen szokott még lenni. Meg most ugye az azért is nehezebb számomra ez az egész, mert ugye nem érzem úgy az ízeket már jó pár éve. Mindenek
túl rossz íze van, meg más íze, úgyhogy így kicsit, így nehéz velem. Teljes mértékben. Ja? Csak itt oda kell menni? Imádom a zenéket itt Fountainben is. Szokás szerint nagyon jó munkát végeztek itt a Genshin Impact zene szervői. Én ettem már hallott készült rakott krumplit. Rázott a hideg tőle, nekem a saját készítési házi füstöt kapasztott. El tudnám képzelni hallal is a rakott krumplit. Viszont... mit tettek bele? Tehát, mert akkor én már alapból azt máshogy csinálnám. Tehát tennék bele mozzarella sajtot, meg egyértelműen paradicsompüré. Jó fűszeres paradicsompüré. Én szerintem fokhagyma, sok fokhagyma. Ilyenek a questek, érted? Hogy oda kell menni, már jaj, úristen, nem működik a dolog. Én próbálok minden saját verzőkot fosztani. A bolonyaim például alap és isteni, de nem répázom, magymázom és hasonló, ami másoknak alap. Aha. Ja, hát nálunk nem volt ilyen, hogy bolonyai. Nálunk tudod, volt ez a bolonyai por, aztán bolonyai. Tehát sose ettem értelmes bolonyait szerintem különösebben. Aztán volt egyszer, hogy anyu úgy döntött, hogy csinál, és az volt a legfinomabb amúgy. Nem ez a poros cucc. Ecco, most múltkor nagyon-nagyon sokat bűnöztem például, mert... volt nálunk egy kis összeülés, és ugye édesanyám csinált zserbót. Személy, nem tudom mennyire ismeritek. És ugye szó volt róla, hogy kéne még egy süti. Valami. És nem tudom, mondott valami másik süti, de az is diós volt. És így mondtam, én voltam a felszólaló, hogy most akkor várjál már. Tehát van egy diós sütemény, és akarsz még egy diósot készíteni. Úgyhogy a diós süteménynek az ötlete a másodiknak így el lett téve. És helyette találtam egy citromos süti receptet, hát én abból a citromos sütiből olyan mennyiséget megettem, ami szabad ennem amúgy édességet, de... aha, hát az egy nagyon-nagyon finom süti volt amúgy. Ez úgy kell elképzelni, hogy volt egy citromos krém, ugye a két lap között fölül, aztán a következő két lap az házi baracklekvárral volt megkeme, úgymond némileg összeragasztva, és az utolsó két lap között megint citromos krém volt. Nem volt a tetején semmi, mondta, hogy hát ír a tetejére porcukrot, és én néztem rá, hogy szerintem nem kell, nem is lett rá téve, és nem is kellett, mert az messze nem sok lett volna, de gyerekek, az a süti, egyszerűen isteni volt. Meg én nekem a születésnapi tortám például, az minden alkalommal most már az utóbbi három évben citromos torta, most is ugyanaz lesz, már leadtam a rendelést, vagy egy-két hónapja, hogy citromos tortát kérnék szépen, szóval előtte mindig túró torta volt, de az a típusú túró torta, ami, tehát nem az a... tehát amikor piskóta halmaz, túrókrém, piskóta halmaz, túrókrém, hanem van alul egy piskóta rész, utána rohadt sok túró, tehát valami hihetetlen magasságú ilyen túrószusz, amiben vannak a gyümölcsök, és a tetejére meg ugye jön ez a kocsonyás cucc. Ez a típusú túrótorta volt mindig előtte. De aztán kipróbáltuk ezt a citromos tortát,
Hú! Imádom. Enyém is a poralapú ahhoz vagyok gyerekkoromat a szokva. Egyszer kóstoltam testomét, amit paradicsom szószol, de az már nem így lett, mert nem volt megszokott. Aha. Én meg pont, hogy imádtam a paradicsom szószosat. Múltkor jártam, úgy képzeljétek el ketchuppal, hogy ugye ezt a ketchupot szoktam mindig fogyasztani, ezt a... Hú, minek szokták mondani? Light ketchup? Ugye abba kevesebb... De most miért nem tudom neked odaadni az iron csak? Kevesebb cukor van. És... szoktam... Tehát a majonéz ugyanez, meg ugyanez az a ketchup is, ugye light-osokat szoktam, mert ugye nem szabadna ilyen édes dolgokat ennem, de azért néha kell, hogy ne fulladjak meg a száraz kenyérbe. Ugye? Körülbelül. És... nem is tudom, valonnan... Vannak ezek a... És kicsit csomagolt ilyen műanyag zacskós ketchup, majonéz, muster, amikor valahol, nem tudom, eszel és néha adnak a kaja mellé. És nem is tudom, valahol voltak anyumék, és hoztak ilyen ezeket vissza, mert hogy ők nem ették meg a kajájukhoz. Nem is tudom, Heinz, vagy ez Heinz, nem? Azt hiszem, ketchup volt. És mondom, jó, hát akkor elhasználom. És így... a különbség a között, meg az én light-os ketchupom között ég és föld, annyira édes volt, hogy nem ízlett egyszerűen. Tudom, a sütő a bűnös élvezet, igen, amúgy. Ilyen Filanka! Hát mi újság? Ezer éve nem láttalak. Nem szoktál jönni, és nincsen, aki kirpeket csináljon. Tiszta szomorú vagyok. Bizú! Ott van egy láda. És ezt nem lehet elkattintani amúgy most. Tehát itt gyomkodom úgy a space-t, mint az állat. Hát látod, Réko, nem küldtem, milyen vagyok. Kedvenc a zserbó, meg a lajcsi szelet. Lecsapatva egy kis orosz krém tortával, esetleg málnás krémessel, természetesen házi jellegű sem. Nem nagyon szerettem a... Sose szerettem, tehát amíg éreztem az ízeket, én a cukrászdai sütőktől tökre rosszul voltam. Egyetlen egy cukrászdát találtam, amire azt mondtam, hogy... legyen kettő, mert még a másik is jó volt, amire tényleg azt mondtam, hogy oké, ezek tök jó sütik. Let's go, ez finom. De mindig a házi sütő volt az, ami... ami az igazi volt. Jó, még ettem rossz házi sütit is. Amúgy. Muffin-chan? Már csajt mondtam. Muffin-chan, köszönöm szépen a követést. Üdv itt nálam, mi újság veled? Hogy vagy? Mesélj nekünk. Megvárom, még ez így abba marad. Köszi. Ezt innen kiszedjük. És meggyilkoljuk. Gyere vissza! Okay. És most? Nem kéne neki valami... Hogy én indítottam be? Így. Akkor ezt is be tudom így indítani? Yeah. Az lenne az igazi szerintem, hogyha... valamilyen... itt kéne lenni egy bogyásznak valahol. Nincs itt valami bogyász valahol? De várj, de várjatok. Sok minden van azt. No, várjatok. Aha, oké. Okay. Szerintem ezt itt végig kell nézem. Úgy végig nézem. Megcsinálni. Ja, úgyhogy most az ünnepi kajánk vasárnap az citromos torta lesz, meg sajtosroló, meg lesz sütve pizza, meg szarvas.
Azt hiszem szarvas pörköd. Hát még mennyien vagytok itt, cseszék? Hát mennyien vagytok? Hát nem, most nem fogtok el sose, vagy mi van veletek? Mondod, ezek nem véletlenül nem fogynak el. Ja, nem, ezekkel valami más kell csinálni. Bye! Ezek nem fognak elfogyni. Engem az zavar, hogy ki a pék hegedű kurta farkú malac van itt amúgy? Ezt nem tudom miért így mondtam amúgy, de oké. Az utcában van egy mestercukrász néni, igazi békebeli süteményeket tud csinálni, de olyanokat, hogy beszabáhú. Igen, mert azok a régi cukrászok, amit mondasz, hogy békebeli cukrászok, azért ők tudják azt, hogy mi van. Mitől döglik a légy. Azt nem értem, hogy itt mit kéne csinálni. Fixen meg kell valamit csinálni azért, hogy ez jó legyen. Szóval meg kell várni azt a... Tehát a lényeg az, hogy mindenkinek bele kell mennie a vízbe, és akkor ez egyből visszajön. Okay. És te milyen gyorsan jössz vissza? Oké, okay. Te vagy a... Aha. Kész. Köszi. Tudom, szapurájzó. Minden jó, most jöttem haza, én minden sütit szeretek, csak ne legyen túl csokis, mert attól rosszul vagyok. Én pedig úgy vagyok vele, hogy például azt vannak a csoki torták, én úgy ennék finom csoki tortát, de általában az összes csoki torta ilyen bűnrossz, ilyen vajas, krémes bánat. Oké, okay, egy bajom van nekem ezekkel a dolgokkal itt, hogy... Hát hol van a Hydro Bubi? Kell nekem egy Hydro Bogyó? Mert ez így nem működik. Nem lehet mozgatni egyiket se. Mert az a baj, hogy ez oké, okay, beaktiválom Hydroval, de ezt nem így kell csinálni. Where are you? Én nem látom... Tudom, hogy mit kéne csinálni. Hát a körbe szaladunk. Mindig a környéken van a megoldás. Van három ilyen. Az egyiknél... Amelyiket szeretnéd Monaliba? Képzeld el. Milyen weaponod van egyáltalán? Tehát ez most az a... Melyik a legjobb száz? Adhatsz rá 4 Lava Walkert, adhatsz rá Crimson Witch-et 2-2 attack-os szettel, adhatsz rá 4 Crimson Witch-et is akár, meg adhatsz rá mondjuk Crimson Witch-ből 2-2 Noblesse-szel, akár ráadhatod a 4 Wanderer szettet is. Szóval... Rengeteg fajta szett van. Ti? De basszhatod, ha nincs weaponod, mondjuk például. Weapon nélkül mindegy. Azt hittem. Rosszul hittem. Nem tudom. Az a baj Monaliba, hogy olyanokat tudsz néha kérdezni amúgy, hogy se eleje, se vége. De egy olyan kérdés felteszel, hogy mirá jó szett. Ilyen kérdés nincs opcionális amúgy. Se eleje, se vége. Az, hogy mirá jó szett, mondhatunk neked 100 000 fajtát,
hogyha nincs weaponod. Ha azt mondod, hogy négy csillagos, köszi. Hány négy csillagos fegyver van a játékban szerinted, ami kataliszt? De gondold végig a kérdéseidet. Ti? Most az a válasz, hogy ha négy csillagos... Köszi. Itt, ott. De az a kettő középen van. Nézzük meg azokat még egyszer. Itt nincs valami. Azok, mi lenne, ha ezzel így ideállnék? Meddig marad rajta? Nem elég sokáig szerintem. Hogy ez beaktiválódjon, mert már nem is aktív. Hol van a pupi? Nincs fenn? Fenn sincs. Ez ilyen kérdőjeles nagyon is, hogy mi a pepperino van? Mert itt nem kaptam egy buborékot se, itt csak beküldtem őket a vízbe. Itt semmilyen jellegű teleportos olyan dobós cucc nincsen. Nem látom azt, hogy lenne bármi a fák között. Fák fölött. Sehol semmi. Ez nem aktiválódott be, az összes virágot felszettem. Ezek a megölhetetlen mobok, amik folyamat jönnek, itt körbenézünk, semmi nincs. Hát ez kér, nem tudom. Hol van a bogyó? Bárbara? Mona. Az Isten áldjon meg. Nem. Azt tudjuk, hogy melyik négy karakter fog jönni. De azt te is tudod. Azon kívül nem tudunk semmit. Ez, hogy és melyik. Ember, úgy kérdezel kérdéseket, hogy nem is tudom, nem szoktál a Genshin információkat nézni, streameket nézni, ahol bemutatják a karaktereket, vagy képeket nézni, hát miért nem? Még a Discordon is meg van osztva, melyik két új karakter fog jönni. Nyolcadik hó 14-én meg lett osztva az a két karakter, ami új karakter és ki fog jönni. Azt tudod, hogy Hutao? Na és azt mondod, hogy Hutao? Mégis csak ezeket kell megölni? Nem kell ahhoz fanatikusnak lenni amúgy, csak be kell írni. Amíg le tudja írni ezeket a kérdéseket amúgy ide, addig be tudja írni ezeket a kérdéseket a Google-be. Vagy csak szimplán ránéz a Genshin Impact-nak az oldalára, és már meg is tudta. Még írni se kell. És most nem arról van szó, hogy nehezemre esik elmondani, de nem fogom elmondani. Direkt nem fogom elmondani. Egyszerűen basszus. Nem, ez fixen nem ez. Mi? Az Isten? Van itt, amit nem látok. Én ezeket... rájöttem. Gyertek, kis kurvincok! Megvan. Gyere ide. Gyere.
Köszi. Köszönöm. Köszönöm. Miért nem aktív? Azért. Köszi. Oké, okay. Mit szólnátok ahhoz? Át tudom önket ideig. Gyertek! Az a ideig már nem fognak elni, szerintem. El fogtak jönni ideig? Nem. Ne. Saját maguk körülött. Nem akartok egy icipicit arrém jönni, srácok. Csak egy kicsikén. Szia, Lifi! Picikét, csak annyit, hogy... Köszönöm. Nyomjátok, nyomjátok, léci! Köszönöm. Én nem kapcsolódott be. Nem mondjátok komolyan, hogy félbehagytátok a varázslatot, hogy mi van? Most? Most? Nem? Nem. Nem elég egyszer. Pedig szerintem ott lenne jó, hogyha elhasználnak a skilljük. Ja, mert van még egy harmadik is. Megolvasatlan. Nem látok sehol DC-m. Szomorú dolog. Hogy most már meg tudom őket ölni, és lehet feljön valami plusz dolog? Nekem. Oké, okay, akkor segítek, a Google-be is be tudod írni azt, hogy mik lesznek a karakterek. Jó, ezek most itt meghaltak, és most mi van? Te találd fel magad, onnan nézve. Egy picit. De itt se jött fel semmi. Három darab. Igen, látom. Azért kell kicsit saját magadnak ezeket a problémáidat megoldani, mert ha mindig azt várod el, hogy a legegyszerűbb dolgokat is másoktól tud meg, akkor soha nem jutsz egyről a kettőre. Nekem nincs azzal problémám, hogyha valakinek segíteni kell, csak megvannak a határok. Most el nagyon azon a határon vagy, amit nagyon feszekedsz jelenleg. Ez egy olyan dolog, amit meg tudsz találni fél perc alatt. Még angol tudása kell hozzá. És amíg mondtam, még itt írsz, megkérdezed, meg tudod nézni. Találd fel magad. Halkak, nem? Az értesítések várjatok, viszont az nagyon nem jó. Azon nem tudom mondjuk most, hogy hogyan hangosít fel. Property. Jágnéz. Mi újság, Jean? Milyen megnézem, hogy tudok-e ezen bármit hangosít, de szerintem nem. Nem hiszem, hogy ezt most meg tudom oldani, de majd utána nézlek, hogy tudom-e hangosítani. Szia, Lifi, persze! Mennék-e segíteni a képzeletbeli medencébe? Nem szereted a vizet? Hát az a baj, Lifi, én se. Megszabadultál a melótól? Na, akkor gratulálok. Lehet a...
lehet a pihenés most már akkor. Azt hiszem, hogy tudok-e esetleg állítani, azonban nem fog tudni hangot állítani neki. Szerintem. Ezt majd kitalálom, hogy hangosítsam fel az alerteket, mert ezek most nagyon halkak lettek, és most nem tudom beállítani. Ennek utána kell járnom. Felírom a listámra, mert már egy egész listám van, hogy mit kell csinálnom. És hogy telt a napot, Jean? Pancsolni. De pancsolni se szeretek. Amúgy így, különösebben. De jó, visszatérve Riffy, én szoktam rengeteg embernek segíteni. Sokan, akik itt vannak, azok tudják nagyon jól. De... a szerencsétlen embereken nem lehet segíteni, és bocsánat, hogy ezt mondom, de az igazság, hogy nem lehet mindig minden apróságot megmondani, meg segíteni, és a legegyszerűbb dolgokat, ha valaki nem találja meg. No comment. Szia Zoltán, Mizuka, elfáradtál? Akkor itt az idő pihenni. Én most még nem tudom ezt, hogy oldjam meg ezt a puzzle-t. Az egyik az oké. Okay. Egyik az meg lehet, de... itt kéne lenni valami Bubinak szerintem. Amit valószínűleg valahogy elő kellene hozni. Szerintem. Yeah. Tehát az egyértelmű volt, hogy a szörnyeket kellett használni. Movárt. De ez a baj, annyi ilyen van, Jean, ezeknél, mint az állat. Szeretek én magamtól rájönni a dolgokra amúgy, Mona. Te csak keresgessél, hát ha megtaláld a választ kérdéseidre. Mert itt is azt hiszem, hogy na szóval, ugye van itt egyszer ez a három, ami egyértelműen ehhez az izéhez tartozik. És hogyha ezt a hármat be tudom aktiválni, akkor be tudom ezt aktiválni. Hogyha... itt ugyanaz a helyzet, ezeket be kéne aktiválnom, de Barbarával nem fogom tudni beaktiválni. Azt hittem, hogy ezekből a mi a fenékből fel fog jönni egy bogyó, de egy se jött fel. Tehát ez megint nem opció. Mozgatni nem lehet őket, ezt néztem. Egyet meg tudtam csinálni a mobokkal, meg egyet meg tudtam csinálni a víz mellett. Mert az egyszerű mozgatós volt. És akkor még van... ez a kettő... ami... hát most próbáljam... de ez a baj, most nem tudom, nem fogom tudni... megcsinálni. Aktiválós karakter? Melyik az... melyik az az aktiválós karakter? Soha nem fogsz keresni? Jó, de soha nem fogok válaszolni neked, szóval így készüljünk fel erre a dologra. Ha este azért sokkor aktív... hát akkor igen. Akkor egyszerűbb lenne. Sok pontod van? Azért válaszodnál egyet, Liffy.
hogy mi legyen. Ezek a vizes hordókat deutálom. Wandererrel egy lenyomva tartott. Hát jó, a Wanderer azért az más. Van, aki szeret magától kitalálni, felfedezni dolgokat. Amúgy ez is igaz. De van olyan, ami vizes. Akár egy egész vizes partit is csinálhatok. Csak vizes karakterekkel. Csak sikerül valami. Vizes. Hol van? Vizes? Van egy ötletem mondjuk, csak lehet, hogy nincs skillem. Ide aztán tök mindegy, hogy teszem. Tudok előbbrébb vele. Na, nézzük csak. Megpróbálhatom. Nincs skillem. De még ezt megpróbálhatom. Fixen ezeket kéne itt aktiválni. Mondjuk azt mondom, hogy téged ide leteszlek. Az nem kaptál így. Nem volt elég? Én nem. Csak ha... Ez a baj, hogy hiába próbálom megcsinálni, tehát nem tudom beaktiválni őket annyira. Ha meglövöm, az kevés neki. Szerintem. Ez nem fog beaktiválódni. Egy kicsit jön belőle víz, és ennyi volt. Mert azt tudnám csinálni, hogy... Jöjjetok. Ennyi valamit megpróbálok. De tényleg nem értem, hogy itt most mi az Istent kéne csinálni? Hát ilyen, az összes ilyen izénél, az összes ilyen oszlopos questnél van valahol egy buborék. De hát én itt már háromszor körbenéztem és nem volt buborék. Megnézzük felülről, hát a felülről látni. Az ott mi? Csak sima kő? Oh, wait a minute. Miért van ott egy ilyen cucc? Ez csak szimplán eldob oda föntre. Mellé. Azt hittem. Szokásom. Ja, ilyen fancy fegyója van. Van annyi ilyesmi fegyverem, mint az állat. Ez nem tesz rám vizes cuccot? Nem. Fuck. Egy próbát megér? Akkor úszunk tovább, na viszont. Nem is merem a játékot rendesen, de ha földet varázsolsz folyóba, gondolom nem árad meg. Nem, sajnos. Nem opció. Nem tudom, de ezt engedtem mozgatni. Ugye ennek az volt a lényege, hogy ezek különböző gyorsasággal mentek, mozogtak be a vízbe, és az volt a lényeg, hogy az összes bekerüljön a vízbe. Viszont ezeket nem lehet mozgatni, egyiket se. És azért van az, hogy az ilyeneknél szokott lenni valami buborék, de itt meg hiába nézek körbe, nem látok semmit. Hogy onnan esetleg valami? Hát mondjuk arra nem néztem körbe. De azt nézem, hogy szerintem nem lehet szétütni ládát se, hogy benne lenne rejtve. Nem. Reménykedtem, hogy ott a föld alatt a izéknél van valami, de ott se volt semmi. Ez körbe kerülök és semmi nincs. Hé,
Nem, mert az a baj, hogy mire az egyik beaktiválódik, a másik már rég nem. Nem tudom, egyszer nem tudom őket úgy beaktiválni, hogy jó legyen. Még Monával se. Még direkt azért hoztam Monát, hogy hogy ez így meg legyen oldva. Vagy hogyha alapból úgy csinálnám meg, lehetséges, hogy mondjuk a... Nem, hamar elvesztik, egyszerűen nem lehet megcsinálni. Még azért kéne megpróbálni, hogy a Lynette-nek meg a skijét eltolni. Tehát, hogy anemóval egy kicsit megzargatni ezt a vizet. Csak itt meg semmi ellenfél nincs, hogy feltöltsem a skillem. Ez ilyen makes no sense egy kicsit most, ahogy itt van. Tudjátok, mi a fura? Most megnéztem egy képet. Hát itt nem jött fel, aminek fel kellett volna jönnie. Hát ne basz ki velem, játék. De mert ez itt van, nézzétek. Aha, ez volt itt a probléma. Hogy a fele essen a bundájukba? Hát a rohadt életben. Hát hogy lehet ide, a bozott aljára ezt tenni? Ha. Hát a bozott aljára volt ez a szar téved. Édes Istenem, Genshin Impact! Kösz! Na várjatok, akkor... Megyünk megcsinálni a next one-t. Megőrülsz. Na, nézzük a chatet. Azt mondja, hogy... visszatekerek egy... A part mellettiek azok megvannak. Bona, ne okoskodjál. Légy szíves. Szia, Szabban, mi újság? Jó kávézást kívánok akkor, Réku. Nem hinném, hogy ez az, mert ez nem achievementek szoktak ilyen partis dolgok lenni. Sziasz, Hotyi! Nekem régi rossz szokásom volt ebből a kínai mesijáték, hogy állandóan szétboxoltam bokrokat, úgyhogy nekem ez neked könnyű lett volna, hogy pont erre gondoltam, mikor a bozótot szét kellett ütni, hogy ha Szapi itt lenne, akkor már rég szétverte volna a bozótot, úgyhogy könnyedén megtalálta volna a problémát.
Ha afkolsz, akkor ganyú legeli őket. Regény ganyú. Igen, ganyú a izéket. Mi volt az, amit mindig adtak, vagy rajzoltak neki? Nem tudom, hittem, mi a neve. Volt a neve annak a cusznak, várjatok. Ez a Xingxin? Nem is, hogy kell kimondani. Elvileg itt is van egy questben. Igaz. Nem tudom, hogy... erre mit, hogyan... akkor ide be lehet menni, nem lehet? Akkor aztán egyenesen kell tovább menni. Valószínűleg... nézzük meg! Óvatosan, Zoltán, óvatosan. Örülök, hogy ilyen... magában ragadó a stream, de azért... csak óvatosan figyelj arra, mit eszel. Fixen nem az, ami nekem kell. Ah, ott a csávó. Lehet, hogy lehet valamit kommunikálni. Nem, ő nekünk beszélhet esetleg a karakterek. Jó, ez annyira nem lényeges. Vissza tudunk menni a szirotájába, ugye? Itt nincs valami lootolni való. Nincs. Akkor megyünk, szaladunk el. Az csak hegyoldalba terem a kecskék, a hegyoldalon simán sétálnak. Hát úgy azért volt az a ganyú kedvence, nem? Elképzelhetem, hogy ganyú mászik fel az éjér, a virágér. Ez is az a típusú quest, amit nem lehet elkattintani néha. Ezt annyira nem szeretem. Ez így tekernéd el a questet, és nem tudod, most se engedi. Meg kell várnom, mi kiírja az összeset, és nem... ezt nem értem. Genshin Impact. Let me click through, köszi. Még jó, hogy sajtfanatikus vagyok. Jó kis sajtocska. Ezével szoktam mostanában bűnözni. Van egy pogácsaszerűség, ami mozzarella sajtos, ilyen leveles tészta. Hú, az isteni. Isteni, most elém tennének, simán megennék, vagy 8 darabot szerintem. Jó, még éhes vagyok már órák óta. Akkor most miért vesztem? Ja, ennyi? Nem, hogy... sokkalom. Annak a manónak nem fér bele a közös költségvetésbe egy magasító állvány, hát szó szerint nem lehet ki a bort megint. Ők a meluzínok, ők a kis naci nélküliek, a nadrág se fér bele a költségvetésbe sajnos nekik, úgyhogy ők ilyen nadrág nélkül élnek, csupasz fenékkel. Hiába mindenki maga szerencséjének a pogácsa, hát igen. Csin. Én mindig imádom, mikor ilyeneket írsz. Én imádom a sajtos... sajtot minden formájában, de a sajtos pogi nekem is szívem csicske. Mondom, ez nagyon finom. És ugye a legvégén szoktuk ilyen... fokhagymás... vajas... petrezselymes... hát igazából vajjal lekenni, és még úgy visszatenni, sülni. Nagyon finom.
akkor sose érünk a végére. De milyen vicces, hogy egy rohadt szobába ül az összes, és egymással nem tudnak beszélgetni. Neked kell az egyik asztaltól a másikig menni, hogy ők beszélgessenek. Még sense, ugye? Nekem most a drogom az a fűszeres bútás magyaró. Melyik fajta? Aztán állam meg ezt a fiazaskot. Melyik típusú szereted? Tudom, hogy én is régen ettem, és az a... Volt valamilyen zöldfűszeres, vagy micsoda? Nem zöldfűszeres, nem tudom, milyen volt. Needling-e? Nem, stény. Húha, nem emlékszem, de valami ilyesmi volt. Meg valami, nincs valami kebabos, vagy valami ilyesmi? Nagyon rég ettem ilyeneket, hogy nem tudom. A bajorok perecből készült szendvicset esznek reggelre, friss pereccel egész jó szendvics. Nekem is majd kell lennem valamit, mert mondom, ma még csak azt a három palacsintát hattam, ami nem szabadott volna. Jó, hogy teljes kiürülésű volt, tehát azzal a részével nem volt baj, azzal volt baj, hogy megkentem egy kicsit lekvárral. Ami meg cukros. Mert ha nálunk készül palacsinta, akkor mindig készül teljes kiörlés, hogy én is tudjak enni. És ilyenkor sütnek 3-4 darabot nekem. Megítom egy kávét. Még azt nem hiszem, hogy ételnek számít. Yes! Végére értem! Nem, miért nem a végére? Azt hittem a végére értem. Mit írt? 8-at. Már ott tartasz, hogy mindegy. De hát azért csak van valami kedvenc ízű, nem? Az olaj nélkül sütöttnek van rossz íze. Mert vannak azok a dolgok, amiknek kell az, hogy olajba süssék meg, mert akkor van meg az az íze szerintem, ami kell. Mostanában ezért szoktam, nagyon rászoktam arra a krumplira, amit airfryerben meg lehet sütni, de nem sült krumpli, hanem ilyen zöldfűszeres krumpli, tehát kakukkfű, bazsalikom, tárkony, ugye egy kis olívaolaj azért megy rá. És az... Fú! Nagyon szóval múltkor úgy ettem, hogy meg lett csinálva ez a krumpli így, ugye ilyen fűszerekkel meg lett sütve, és akkor kevertem ki tejfölös, ilyen fokhagymás ilyen szószt, és azt a krumplit mártogattam bele. Fú, gyerekek, az annyira jó volt! Két perec közé tesznek, szóval hogy a perecet teszik két kenyér közé. Nem hinném, hogy a perec megy a kenyér közé. A Lidl is hagymás tejfölös. Hagymás tejf? Lehet, hogy hagymás tejfölöset ettem annó. Mert rémlik, hogy valami zöldes kína volt. És biztos nem a wasabi is volt, mert azt nem tudnám megenni.
alapossal végzünk ezzel a questtel. Éhes lettél? Én eddig is éhes voltam. Már órák óta éhes vagyok. Még mielőtt elkezdtem streamelni is éhes voltam, és... nem volt kedve menni. Most raktál jó egészségedre, akkor... Zoltán jó kajakómát. Akkor ez szoktam mondani, a jól lakott kis óvodás effektus az megvan. Akkor ránézünk közben, hogy van-e bot, még itt tovább megyek a questtel, és még egyszer mindenkit üdvözlök, aki itt van velünk, és lurkol. Sziasztok! Szerintem... szerintem jók vagyunk, mert megint nem látom, hogy lenne bot. Szia, Szapi, kitartást akkor, hogyha most mész dolgozni. De még semmi rossz nem lesz, gyorsan átvészeled. Köszönöm, hogy benéztél. Lehetne egy kicsit hosszabb ez a zene amúgy, mert ugyanazt a egy dallamot hallgatjuk már, meg nem tudom hányszorra. Azért meg úgy elnézést kérek, hogy most így menet közben kikukucskált a lelkem mélyéről a kicsit gonoszabbik versi. Csak... az igazság van az, amikor az egy kicsit már sok az, hogy a legegyszerűbb dolgoknak se tud valaki utána nézni. És nem ez az első alkalom, hogy ez megtörtént az úriemberrel. És beütött nálam az a pillanat, amikor így elkezd ugrálni a szemöldököm. Az ilyen szituációkban. Aki szokott járni Discordra beszélgetni, az ismer annyira, hogy nem szeretem, amikor valaki töketlenkedik. Szeretek segíteni, de megvannak a határok, amiket, hogyha átlépnek, akkor aztán akkor nincs menekvés. Kikukucskál a gonosz várcsika valahonnan mélyről, aztán elmondja a gondolatot, amit szeretne. Most megint le kellett jönnöm, hogy ezt vissza... Oké, okay, megyünk be. Haj a démon. Nem azért, mert éhes vagyok, tehát... ehhez nincs köze. Az éhességemhez, csak... nem szeretem azt, hogyha... ha... valaki így viselkedik. Pedig néha én is szoktam rosszabb napjúban tudok értetlen lenni, de az más réku. Teljesen más az, hogy valamit nem értesz, és megkérdezed. Vagy úgy gondolod, hogy én vagyok az információ ellátó központ, aki aztán az összes kérdésedre válaszol, mert nem vagy képes arra, hogy két mondatot leírjál egy Google-be. Vagy rákattintsál a Genshin Impact-nak a Twitterére, vagy YouTube-jára, vagy Facebook-jára, vagy bárhova. Megint várni kell? Állj!
Tehát te vagy az, aki leginkább tudhatja, szerintem Réka, hogy neked is rengeteg dolgot elmagyaráztam már szerintem. És egyszer nem volt az, hogy így reagáltam, mert nem azzal volt a probléma, hogy itt bocsánat, vagy hogy bocsánat, hogy segítségkérés volt. Arról nem beszélve, hogy ha azt nézem, hogy MMO-ztam mondjuk 8 évig ugyanazzal a játékkal, több száz ember tanítottam. Hogyha a segítséggel lenne a probléma, hogy én nem akarok segítséget adni, akkor nem tanítanék én senkinek semmit, semmilyen játékban. Csatornapontból kiválasztható gonosz versit követelek? Elő fogok bújni, hogyha hasonló dolgok lesznek. És úgyis kaptam már visszajelzést az illetőre mástól is, hogy eléggé zavaróan viselkedik Discordon is. Mert küldözgeti az üzeneteket mindenkinek. Hasonlóan, mint itt. Hogy... könnyes búcsút veszünk tőle, szerintem. Sose fejezik be itt a beszélgetést, meg aztán van még egy quest is itt. Ugyanitt. Tehát még hallgathatjuk ezt a csodálatos dallamot. Kb. Ilyen kategória volt, Vergy Send Help, a kövi karakteremnek mi lesz a neve? Nem, tehát minden egyes karakter kell, minden egyes karakterre mi kell, de nem tudja azt, hogy mivel mit szeretne, mert valószínűleg ötlete sincsen, de minden egyes karakternél mi kell neki, milyen szett kell neki, milyen karakter jön, milyen karakter lesz ez, mikor jön az. Hát meg mi is vagyunk jó sok, hogy megmondjuk, hogy most mikor mi fog jönni. Meg küldözget üzenetet másnak ugyanígy. Ezekkel kapcsolatban a Discordon privát üzenetet, meg ilyeneket, hogy jössz velem, jössz nekem segíteni, nem tudom én mit csinálni, privát üzenetet. Jó. Már elfáradt a kezem, annyit kattintottam. Szokta mondani anyukám ezt, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Hát igen. Igen. Ez most ide egy nagyon jó mondat szerintem. Nagyon jól illik. Nezen pörögj, beszélgessünk az időjárásról. Most tök jó idő van ma amúgy. Nem csak szerettem volna bocsánatot kérni. Lehet valakinek új volt, hogy így is szoktam viselkedni néha. Szoktam. Nem vagyok, hogy mondjam, nem vagyok az a típusú streamer, aki így visszaretten egy-kettő ilyen embertől, aki úgy gondolja, hogy zavarja mondjuk magát, őt is, meg akár a közösséget is. Úgyhogy nem szoktam ezen problémázni, elmondom a véleményemet, ha streamben vagyok, hanem. Nem játszok szerepet streamben se, úgyhogy... Hoppá! Hát... Bye! Ione Disconnected! Vagy mi a neve, nem tudom.
Alacsonyan szálló bokorban rejtőző szamovárok okozt esők várhatók. Igen. Tök jól látni, hogy használod a szamovár szót amúgy. Manapság ez ritka. Vagy végeztem? Nincs több quest itt? Lehet. Megvan mind. Vagy milyen kiderül? Igazából könnyen kiderül, mert innen kimegyek, és akkor meg tudom nézni, hogy megvan-e mind. Jó sok miért lennél különben is lett... ...dogott... ...sértve lehet. Wow! Lépj, most valahol eltévedtem. Megbocsát, ezt köszönöm, Zoltán. Munkatársaim szokták volt mondani, Tessa Ranch, amúgy meg le is maradtam róla, szóval ez meg a másik ok, amiért nem használom. Akkor jó. Vércsi. Ja, szoktak úgy néha. Régebben, amelyet tök is aranyos voltam, aztán változott. Nem. Várjatok, van itt még valami. Régen így... Jaj, ez a kis csaj. Oké, eltelt már egy in-game nap, mert itt megtekertem az időt elég szépen, úgyhogy akkor vissza kell menni lentre. Hol volt ez a csaj? És van Vercsi gonosz. Igen, van a gonosz Vercsi emót. Meg milyen van? Van a rage-elős, meg van a késes is. Szerintem holnap takarítok itthon, már ugye jönnek majd vendégek. De aztán utána megpróbálok utána nézni, srácok, ennek a TTV dolognak. És akkor megpróbálok minden emótot beletenni, és akkor mindenki, akinek van, az tudja használni az összeset, és nem lesz ezekhez a szubokhoz kötve. Mert nagyon szomorú az, hogy csak ennyi emót lehet amúgy. És több emótunk van. És akkor mindenbe lesz aktiválva. Tehát akkor feltöltöm a Halloween-it, meg az összeset. Annak ellenére, amikor lesz ilyen, hogy Halloween, akkor majd kicserélem pont ugyanúgy azért a follow... ver emótból ugye az egyiket, meg ilyeneket, tehát az ugyanúgy meg fogom csinálni, csak akkor mégis lehet majd mindet használni. Ez nem itt volt? Valahol, vagy elmentem mellette? Vagy most van? Nem itt volt a kis csak? Ide? Csak nem figyeltem. De nincs itt senki. Próbáljuk meg megint, de hát már eltelt egy csomó idő. Vagy lehet este nincs itt? Meg azt is megpróbálhatom, hogyha ez így nem lesz jó. Kár, hogy a Noted nem animált. Lehetnek majd ilyen animált izék, ahogyan igazából telik az idő majd, és így jönnek ugye, tehát hogy ahogy megjönnek a támogatások, igazából szoktam olyat, hogy ez ugyanaz, mint az integetős emót, ami az is igazából a ti támogatásotokból lett megcsinálva, hogy a sima integetős, amit most például Rin használt, szia Rin, az meg legyen animálva is. Tehát igazából ez így megoldható. Csak az animáltak azok mindig azért jóval drágábbak, mint a sima.
Szép lassan majd meg lehet ezeket animálni, ha úgy van. Akár még meg is szavazhatjuk, hogy melyik sima emót legyen meganimálva akár, azt is meg lehetne csinálni. Milyen némkárdom van? Ha úgy van, ha gondoljátok, azt is meg lehet, vagy van valami új emótra ötlet, simára, vagy animátra. Ernél a TTTV és Susznál animáltakat is lehet belepakolni amúgy? Mert én mondtam a múltkor, hogy lehetne ilyen izét, ezt a kis szemüveges, ilyen napszemüveges kis vercsit. Minek hívták ezt, várjátok? Ilyen smug look-kal, ami nem teszem be most hirtelen. Hát ez nincs itt, magyarul. Próbáljuk nappal. Mi újság, Rin? Rámentem egy instant rámenre, így nem maradok én sem éhen. Jó étvágyat, Jean. Én ilyen instant dolgokat. Most... Mi a probléma vajon? Sumerui. Tehát elvileg ez a quest, ugye itt volt a kis csaj, adtam neki ezt a négy virágot, aztán meg ízeztem a virágot. És itt azt mondja itt a quest, vagy hát a guide, ugye megnéztem, hogy hol vannak ezek a questek, hogy leave the errand, wait for one day in-game. One day in-game. Hát most már eltett nem tudom hány in-game idő. És return to the village to see a mark. Vagy lehet, hogy nem ide kell jönnöm, hanem vissza, ahol többen vannak. Milyen megnézzük. Mert ez mondjuk inkább village. Ugye? Meg kéne látnom a kis csajt. Drága Procreate. Procreate, kappa, Procreate. Mi az a Procreate? Nem az a csomag. Ez az egyik a gombákat. Bannos emótot. Akár. Noted hype. Igen, ugye nem látom, de gondolom azok mozgó emótok lesznek. Mert ugye nekem sincsen fönn, aztán hogyha utána nézek, akkor felszem mindegyik gépre. Szia gangsta, hogy vagy? Az egyik legjobb rajzos pogi. Értem. Nagyon nem értek hozzá, ezért is volt az, hogy kerestem valaki olyat. Olyan, minek lehet mondani, artistot. Ó, nézzétek, Láda. Aki szépen tud, szép dolgokat tud kreálni. Éhesen? Na, akkor kezet foghatunk, gangsta. Már órák óta éhes vagyok, mert stream előtt is éhes voltam, de valamiért... Nem ettem, csak nekiálltam streamelni. Közben itt Zoltán már jól lakott, evett egy csomó sajtot. Dean éppen most eszik ráment, úgyhogy akkor jó étvágyat még egyszer. Közben itt beszéltük egy csomó kajáról, úgyhogy egy csomóan szerintem azóta ilyesek lettek. Majd ha gondoljátok, küldök képeket, hogyha nem felejtem el vasárnap, amikor kajálunk. De hol a kis csaj? Én amúgy nem látom. Tehát azt írja, hogy... Return to the village. De ez a kosa izé nincs itt. Hogy tudjátok, rákeresünk, lehet, hogy YouTube-on. Hogy most itt miért nem találom? Köszönöm.
Végig pörgetjük, ugye itt igen, itt beszél vele, adott neki virágot, megöntözte. Igen. Aha. Ha? Ennek a csávónak a karakter, vagy ez a kis meluzin, az itt állt. Itt, de nincs itt. Megpróbáljuk azt, hogy kilépek, meg visszalépek, és akkor lehet, az fog segíteni. Oké, egy fél pillanatot kérek most tőletek. Addig nézzetek ilyen szép képeket. Szerintem szép képeket. Barbara pont úgy táncol, mint a Melusino. A gémet is újra kéne indítanom? Nem hiszem. Ezeket a képeket, mindegyiket játékokban készítettem, amikkel játszottam. Igazából. Aha, tényleg ki kellett lépnem meg vissza és működött. De ha ezt csináljátok, akkor és nem jön elő ez a kis konszenzusra, akkor lépjétek jön vissza. Hogy integet? Kellene közös screenshotokat? Ám most azt láttam, hogy valakinek az volt az ötlete, hogy gyildes screenshotokat. Hát ha mindenki online lesz, most kb. Van egy olyan 40 aktív emberünk, mert van egy-kettő ember, akire rá kell szólni, hogy amúgy mi a szituáció, mert elkezdtem MMO-zni, képzeljétek el, és... Ugye egyértelműen vezettem én már guildet, úgy voltam vele, hogy elég volt, ugye, csinálni azt olyan 5-6 évig. Nem szeretnék semmilyet csinálni, hogyha MMO-zok újra. Beléptem egy guildbe, és azóta már commander vagyok. Az a második, tehát az a rang jön a guild leader után. Ne kérdezzétek, 5 hónapja játszom. Náluk? Hát nem tudom, basszus, Barbara, komolyan. Úgyhogy pont ugyanúgy dolgozom pluszban a guilddel. Annak ellenére, hogy el akartam kerülni. De nem tudom, tehát ott voltam kb. Egy hónapja voltam a guildben, még annyi se, és egyből azt mondták, hogy figyelj már, te mi lenne, hogyha ilyen recruiter lennél? Mert látjuk benned a potenciált, hát mondom. Csináltam évekig, lehet azért látjátok a potenciált benne, amúgy. És azóta meg ugye, azóta meg még egyszer előlettem léptetve, úgy. Én vagyok a jobb kéz. Azóta. Oké, akkor visszajövünk ide. Csak nem működik a screenshot. Hát én azt meg tudom csinálni. Lineál varázsolta a kis melusint. Ura,
mert in-game időnek kellett eltelnie, de mégis ki kellett lépni meg vissza. Nem egy nagy dolog. Talással. Kérdezzél, aztán meglátjuk, mire gondolsz. Meggyőztelek, hogy játszál? Nem kellett azért olyan sokat győzködni, Réku. Végeztem! Nagyon helyes. Na. Kaptam egy kaja receptet. Mikor kapom meg a... Treasure Compass? És itt van a Hydroculus. Jó, akkor... Viszont ez azt jelenti, nem tudom, hogy kutya itt vagy-e, vagy nem. A kutyával beszélgettem az elején, hogy... Nincs meg 3 darab Hydroculusom. És... Az az igazság, hogy mondta, hogy lehet, hogy valamelyik quest mögött van. Van interaktív ma. Várjál. Nem tudom, hogy milyen dolgokat fogsz látni. Most elküldöm a linket. Lehet, hogy látod a pingeket, amik most nekem be vannak kapcsolva, nem tudom, hogy nem hinném, nem tudom. De itt elérhető. Ezek a kártya hátlapok a leghasznosabbra vannak, igen. Pláne úgy, hogy nem kártyázom. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy van 3 Hydroculusom, amit nem találtam meg, és... Nem tudom, hogy... Hogy ezek hol lehetnek, amik nincsenek meg. Szóval szaladgáljunk egy kis... Hivatalos oldal. De ez hivatalos oldal szerintem, amit... Nem biztos. De tudom, hogy van egy hivatalos Genshin térkép nekik. Nem tudszak, elszálltak. Sziasztok. Hova menjek? Az a baj, hogy ezekre így kb. Emlékszem is, hogy én ezeket megtaláltam. Tehát lehet, hogy a víz alatt maradt ki valami? Az igazság, ez 3 darab. Tehát ez nem egy nagy mennyiség. Nézzétek már. Nézzétek csak! 3! De csak, hogy ezt eddig nem is figyeltem, hogy ez itt van amúgy. Meg mi az a távolság, amiből nekem fog pittyegni itt az egész, hogy figyelj, már van itt egy cucc. Amúgy ez annyira menőn néz ki ez a hely. Nézzétek! Fönn is víz van. Meg most a tenger alatt vagyunk amúgy. De a fönti részen is ugye ott víz van. És oda is... Tehát, na várjátok, megmutatom. Nem tudom, hogy ki ért el idáig, meg ki nem. Ugye itt egy quest... Opa. Egy quest van. Igazából. Ott van egy... mi a neve? Igen. Én várjatok, még itt egy ilyesmi is van, de én ezt nem csináltam. Valami ilyesmire emlékszem, hogy csináltam. De biztos, hogy nem ezt. Mert ez egy új lára. Hát lehet, hogy a quest alatt ez nem volt bekapcsolva. És miután végeztem a questet, akkor jött ide. Ott ölelgeti a... Mi ennek a neve? Minek hívjuk ezeket? Mi a neve ennek? Oceánai... Oceánai... Ja.
Imádom ezt az animációt, amikor... Igen, szóval oda fel tudunk menni. Amúgy, nézzétek. Oké, tehát most fenn vagyok a vízben. Lehet látni, hogy itt úszok. Nagyon jól meg van csinálva amúgy. Itt is voltak ugye puzzle-ök, amiket meg kellett csinálni. De nem hiszem, hogy már rég jelezne, nem? Level 4-es a szobrocska. Tehát level 4-ig tudod elvinni a szobrot, akkor jó. Megyünk a vízből, nézzétek, csak úszok lefele. Esek lefele. Vaj, mert ott van valami. Mi az ott? Láda. Végül is farmolunk, tehát nem csak az, hogy most a hid... Na bazd meg. Nem, tehát minden farmolás. Igazából. Ha esetleg valamit láttok, amit én nem látok, akkor nyugodtan vadul úgy írjatok a chatre, mint az állat, mert azért most megpróbálom... Tehát most azért nem fordítok. Most tudom figyelni a chatet sokkal jobban. Csinált ilyet már kávéfőzöm, hogy felnyomta a vizet a plafonra. Jó, bocsánat, hogy ezen így nevetek. De az nem nézett ki ennyire menőn, és nem is igazán örültem neki. Isten, azt elhiszem. Még egyszer mondom, srácok, akkor, hogy szombaton majd, ha tudtok, akkor gyertek. Hát itt a halacskák, ezek gyertek majd játszani velünk, amúgy. Fogunk crabgémezni. Belinkelem. Ki az Purki? Még egyszer. Ingyenesen letölthető szombaton. Meg szombaton lesznek a nyeremények is kisorsolva. Azt is megosztom, meg végzek a streammel, megosztom ezeket Discordon is. Hogy vagy, Spurky? Nem, mert az, itt meg már ugye víz lesz, tehát... nem lenne nagyon értem a feljebb menni szerintem. Szia, Belzekor! Hellóka! Mi újság, srácok? Hogy vagytok? Hát még itt még nem tudom, mi van, itt még mászhatunk, mert találok valamit. Végre pihi van? Na, jó pihenést akkor. Remélem, jól érzed magad itt nálam. Most ilyen beszélgetős stream van, még próbálok rájönni itt a dolgokra. Elhagytam 3 hidrokoluszt, de nem tudom, hogy hol. Jean, tudsz nekem egyet tippelni, hogy szerinted merre menjek és mit hagytam el? Mert én már nem tudom. Szerinted? Mi van olyan hülye helyen, amit valószínűleg nem láttam? Nincsen keresőm még. Magas hely. Azzal gondolkozom, hogy vagy... Hoppaj. Oh. Bocsánat. Rákatintottam itt az egyik, az interaktív mappon az egyik kuluszra, és van az az indiai bácsi, nem tudom is tudják ezt a, tudjátok ezt a Help me, I'm under the water. Hogy mondja, és... Valaki az ő képét megosztotta, hogy I'm under the water, mert hogy ugye a kulusz a víz alatt van. Én
Ez Istenem. És elnézést, azért nem vettem ekkorát most. Lehet, hogy kicsit hangos volt. Hogy lehet a víz alatt nem vettem észre valamit. Jó vagyok, köszi, nemrég értem haza Melbourneből, jövő hét szerdáig nem is megyek. Komolyan! Wow, tök jó! Akkor jó pihenést! Jó szabadságot! Nyomom nagybét a Genshin-t, próbálok rájönni, hogy milyen hidrokuluszokat hagyhattam el. Nem tudom. Az vagy rengeteget leszettem magasról. Nagyon sokat leszett. Hol lehet? Mert megcsináltam még azt is, ahol fishingálni. Könnyen lehet az, hogy valami kimaradt, amíg questeltem. Ugye azért itt voltak nagyon érdekes quest sorok, ahol így benn voltunk ilyen épületekben. Tehát könnyen lehet, hogy valamelyik ebben az épületben is itt mutat négyet, vagy sokat. Tehát megnézem, lehet, hogy bemegyek ide, és körbe... Hát ez le kéne jeleznie, nem? Hogyha van valami a környéken. Hát lehet az lesz, hogy a map alapján, vagy amikor meg lesz a keresőm, akkor tudom azt, hogy itt hármat elhagytam azon a részen, és akkor nyomom a hármat, azt meglátjuk. A három az nem sok. Ezzel a Dendroculusszal rosszabbul állok. Azzal nagyon rosszul állok. Rengeteg minden el van maradva nálam Sumeruban amúgy. Menni. Hát. Random hatásszünet, és folytatjuk a zenét. Az itt a lent tartott évek óta itt aszalódó sárga répa és mi a káposzta. Mindig jó, ha van, ugye. Meg összeszedhető. Sírva röhögős az a bácsi. Azért is volt ez, amikor a Harry Potteres játékkal játszottam, akárhányszor jöttek ezek az indiaiak szemben, mindig elmondtam, hogy help me, I'm under the water. Csak én nem tudom olyan jól utánozni. Bobby meg Chris-ök nagyon jól tudják utánozni az indiaiakat. Amiért ezt a, nem is az indiaiakat, ezt a furcsa beszédet. Ezért elhagytam itt egy pénzes szütyőt. Haló? Jó napot kívánok. Ide kellett bejönnöm én nekem. A jó napot! Aha. Oké. Okay. Achievement. Oké, és mi az idő? Látjátok, ki tudja mi az, ami elmaradt? Itt tanulmányozták a... ezért. Ezek olyan kristályok, nem? Mint a...
Nem ilyenek voltak Dragon Spine-ban? De. Fixen. Ez meg a kezemben a cucc, a dzsuva. Ez a kezemnek a dzsuvája például, ez meg a Dragon Spine-i kő. Meg minden úgy néz ki, mint Enkanomia. Tehát ránéztem ezekre a tenger alatti struktúrákra, és azt mondtam egyből, hogy ez Enkanomia. Ó, megvan a papír, ezt visszük a könyvbe. Jó. Ó, ezt az ajtót nyitom. Aha, oké, oké, oké. Tehát akkor ezt az ajtót így kinyitottam. Cool. Ezt már láttam, ezt kapcsolgat. De nem jelzett, tehát nem jött föl, hogy figyelj, már van itt valahol egy Hydrokulus. Vagy hasonló. Nem lennél most a kezdők helyében, képzeljétek el, valaki most kezdi a Genshin Impactot. Hát ez... gyerekek... brutál. Jó, még annól, amikor elkezdtük, nekünk nem volt interaktív map. Azért is volt Discordon létrehozva egy ilyen szoba, hogy... ládák. És akkor valaki valamit talált, és olyan volt, ami nem egyértelmű, hanem csak ilyen rejtett dolgok, hogy itt kell megölni három rókát, itt kell lásni, itt van ez a izé, tegyél oda valamit, meg nem tudom. És akkor minden ilyen meg lett osztva. De ugye azóta már töröltem ezt, mert azóta már egyértelműleg van interaktív map, meg minden. De anno 70-ben, mikor elkezdtük a játékot, akkor azért még ilyeneket használtunk amúgy. Úristen, de rég volt. Azt rohadt életben. Mennyi minden bekerül? Jó, hát... Jönk erre. Oda csak feljön valami, aztán nem fogok ám itt sokat mászkálni még. Mert úgy vagyok, hogy még én szeretnék itt lenni veletek még legalább egy fél órát szerintem. Mert aztán meg már tényleg nagyon-nagyon éhes vagyok. De... Megyünk szerintem Sumeruba. Hát Sumeruba még... annyi minden van, amit kell csinálnom. Ezt például itt látjátok? Tehát ezt se szedtem szét. Hogy szedjem szét? Nem szedtem volna szét. Doesn't really make sense. Elnézést, mostanában egyre többet beszélek angolul, mert hozzászoktam, hogy angolul kell beszélnem. És random angolul beszélek, azért bocsánat. Mondjuk ezek sokszor visszajönnek, tehát vannak olyan kövek, amik így visszajönnek. Aha, jó, köszi. Húszunk. Meg tényleg van olyan achievement, hogy meg kell fulladni? Valahol olvastam. Itt. Hogy fulladsz meg? Hogy lehet megoldani azt, hogy megfulladjon a karaktered? Pék? Jó, oké. Okay. Na már hogyan? Hogy tudnál megfulladni? Hát ez kizár dolog. Oj. Oj. De ezt is meg... Interesz... Gyere ide! Ezek se rébenek, hogy ezeket én így hagytam volna. Szóval lehet, hogy miután végeztem mondjuk Pestel, idejött. Most ez mit? Ez mondjuk mit köt le? Cool. Nem tudom.
Jó, most már unnomám, haver. Unalmas. Puty, 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 puty. Jó, van még egy. Mostani papíros tök jó volt, talán ha kettőt hagytam áll felfedés közben, minden útba volt, vagy láda, vagy könyves volt, stb. Lehet, hogy a papírokat is elhagytam, biztos. Legalább tanulsz, Réko, jó van. Én eddig... Mi? Én addig bénáztam, hogy sikerült nulla staminával, ha vízbe ugrasz, akkor lehet. Még nem fixálták azóta, de nem achievement. Akkor csak meg lehet fulladni. Hát ötletem nincs, hol hagyhattam el valamit. Hát én nagyon adom ezt a víz alatti... ...titut amúgy. Nem tökre tetszik amúgy. Full hangulatos. Hát nem tudom, hol hagytam el a kis kuluszkáimat. Random teleportálgatás indul! Nem, amúgy nem. Menjünk Sumeruba. Hiányzik Nahida ilyenkor a szkíjével amúgy. Ezeket így össze tudjuk szedni, és csak így körbe kell kukkantani. Hát meg tök jól meg van csinálva, nem? Tehát mondjuk most, aki itt van és nem Genshin-es, mi a véleményetek? Szerintek, hogy néz ki ez így a víz alatti világ? Amit így látok, mert tudom, hogy ezért vagytok itt, akik nem vagytok Genshin-esek. Ezek is köpködnek? Nézd meg, ez is köpködi a másikat. De ez milyen kis aranyos van? Mik ezek? Nem tudom. Vannak, mint a ráják, de... De mégse. Vannak ezek a gép halak. Ezeket megöljük. Ugye ez a... Az a nemzet egyértelműen a gépekről híres, úgyhogy kellenek ilyen élőlények, amik nem élőlények. Az élettelen élőlények. Ezek viszont cukik nagyon. Mindig megállok egy kicsit nézni őket, amikor ide érek. Tanítja őket énekelni. Kis cukik. Mi ez? Ja, szóval ez nem rémlik, hogy én ezt láttam, hogy ez itt van. Ez hova visz? Jaj, ez visz fentre? Hát én máshogy megoldottam. Hogy én feljussak és összeszedjem minden a kuluszt. Kezdőbb időmben még azt hittem el, hogy Barbie-val, ha megtapsoltasz minden NPC-t, acsit kapsz. Olyan, az aranyos. És hozzá mekkora jó ez az Underwear-em is, hogy most megy ez a kedvenc mélytengeri köpök rája. És aranyosak voltak. Te is felmásztál? Én is felmásztam. Tegye fel a kezét, aki felmászott ide, és nem ezzel a valamivel jött ide föl. Ott is van lenne egy láda, szét kell mindent törni. Megkapod.
Igen, zsín jelentkezik, egyértelmű, hogy másztam. Most ez ugyanaz, mint volt itt a nem tudom mi, volt egy kulusz fenn a levegőben, és így van, hogy megyek oda? És akkor utána kellett néznem, hogy hogy tudok oda menni, és akkor amikor így olvasom, hogy horgásznod kell legalább egy halat onnan, hogy megnyíljon ez a dobálós cucc. Hát mondom, ha ezek tudnák, hogy én mennyire szeretek horgászni, annyira szeretek horgászni ebben a játékban, mint kártyázni. Semennyire. Na várjátok, folytatom közben itt a questemet. Ezt kezdtem el, rengeteg questem van, mint az állat, annyi questem van Sumeruban. Meg annyi mindenem, tehát a kulucom, meg tehát mindenem. Tehát szarabul állok Sumeruban felderítés szempontjából is. Itt is van egy quest például, még egy quest itt alatta a karakteremnek, mint Fountainben. Catch óta nem horgáztam. Én még a catchért se horgáztam. Azt mondtam, hogy nem. Nem. Én aztán ugyan nem. Nem horgászom a játékokban. Mindig is utáltam horgászni a játékokban. Mondom ezt úgy, hogy napi szinten horgászom az Arcage-ben. De az más. Mert az más. Mert ott oda mész. Hányszor megöltek ma amik menet közben? Oda mész a kis vízhez, megpróbálod a legjobb helyet megtalálni, ahol talán nem fognak kivégezni. Leteszed a kis karakteredet, bedobod a csajt, azt megoldja. Nem kell nézni, meg mini játék. Ha itt is úgy működne, akkor nem lenne probléma. Amúgy. De tényleg nem. Akkor horgázték. Mert akkor úgy hagynám a korok, tehát az horgáz, amennyit akarsz, öcsém. A primót adna a horgászat. Add primót, mert vannak achievementek. Amúgy. De nem érdekel. Ugyanígy van a kártyás dolog. Nem érdekel. Tudod, meg a... Vannak ezek a randi szimulátoros questek. Azok, és majdnem mindegyik megvan. Hirtelen, hogy kiszáradt fontány. Hát igen. Ó, tényleg ígyunk, srácok, ti is ígyatok. Ma amúgy nagyon jó. Mondtad itt, Liff, hogy milyen idő van, beszélgessünk az időről. Tök jó idő volt, stream előtt egy kicsit kiültem. Tök meleg volt. Igyál vizet, Várcsi fizet. Köszönöm a vizet. Majd ránézek, hogy mi lehet a probléma ezekkel a hangeffektekkel. Valamiért nem. Köszönöm a gyújtózkodást is közben, akkor helyet változtatunk, kinyújtom a lábam. Jaj. És igyatok. Azért nem szeretem ezeket a questeket, mert ez ugyanaz a szitu. Nem tudod elkattintani, meg kell várnod azt, hogy megtörténjenek a dolgok, mert hiába nyomkodok itt mindent, nem történik semmi. Egyáltalán meg kell várnom, hogy minden megtörténjen, ugye? Vagy meg a quest, vegyük fel. És nem lehet sietni. Nem siethetek ezekkel. Naráknak kéne valamit kezdenem, mert azzal még mindig el vagyok maradva. Ó, anyám. Mindennel el vagyok maradva itt amúgy. De azokkal úgy pláne. Csokolám! És itt is nyomkodok. Mennyire lehet? Talán el lehet kattintani. Remélem. Ja, úgy tűnik. Nem kell megvárnom. Mert más ilyen gacsa gémekben ez úgy működik, hogy kattintasz egyet, elkezdi írni így a szöveget. De ha kattintasz még egyet, akkor az egészet egyből kírja, és már kattintasz is tovább. De itt meg sokszor nem lehet. Várni kell. De miért kell? Na nézzük, mi ez a quest, amit adott nekünk a Boldizsár. Na, nézzétek, itt például van valahol egy kulusz. Hol?
Be is jelöltem magamnak, látjátok? Jelöltem ennyit, hogy itt egy kuluszka. Itt egy kuluszka. Van, hogy amikor járok valahol, és így valamiért nem akarok oda menni, akkor csak dobok egy jelölőt, hogy tudjam, hogy oké, akkor itt van egy. Csak nem csináltam meg. Most fogok arra menni, hogy a másik irányba kell mennem. Mi? Tudom, hogy nem látjátok, a lényeg az, hogy van egy kulusz. Amit bejelöltem magamnak. Nézzetek. Itt a jelölőm, ezzel jelöltem a kulusz. Csak még nem mentem oda. Ibánom ezt zenét. Tök vicces, hogy a Fibonacci kód alapján csinálta meg ezt a zenét, Yupang Chen. Nagyon sajnálom, hogy már nem... De most ez feje van. Feje van. Már nem dolgozik Yupang Chen folyónál. Úgy döntött, hogy szeretne egy kicsit most a saját. Itt meg azt mondja, hogy lejjebb van. Most akkor az... Hú, itt van. Ez az! Ötletem nincs, hol vagyok. Én, a killer, megöltem a rókácskát. Meg hallottam valamit, aha. Nem tévedtem el, hanem mániája a játéknak, hogy így megrántja a kamerát, és akkor akarsz valahova menni? Te azt mondja, hogy ne haragudjál amúgy. Gyere már ide. Én mutatnék neked valamit. Én még mondanám, hogy de nem érdekel. De akkor is megrántja a kamerát. Azt nem tudom, milyen party. Ez a parti. Már nézhetem. Pont azt a sorozatot nézem most, Fibonacci, de nem érek a végére. Igen? Már nem is értem. Komolyan? Na hát, ez is meghalt. Viszhetjük ezt is, de nekem inkább sima vas. Mondom, ezeket meg kéne ölnöm. Iza! Ura! Mennyire régi sztori, mikor a magyar nénik gyűjtöttek, hogy Iza urát megmentsék rabszolgasorból. Na, na, na! Fiam! Nincs Motto Hayaku. Meg kéne halni. Motto Hayaku, hallj meg! Te vagy már egy barbecue? Nem tudom mit mond, de mindig olyan, mintha barbecue-ról beszélnek. Beszélgetünk ezzel a mandalával, vagy mi neved? Nem tudom mi neved, mi? Tadla? Black Mirror? Tess, jó az a sorozat? Ezért szoktuk néha nézni közösen Chris-szel, meg néha jön Réku is ilyen horror videókat az internetről. Ilyen haunted house, tehát ez a... Minek mondják ezeket magyarul? Kísértett ház? Kísértett járt a házak? Hol mennek az emberek? Meg ilyen... Érdekes dolgok, amiket megosztottak, hogy ez meg az történt velük. Szoktak érdekességek lenni.
Hát, mint látható, jó sok mint... De nem erre kell mennem. Ha nem. Egy Haunted House-t ismerek, de kétlem, hogy azt néztek. Hát, mi, kik azok, akiket ismersz? Mert ugye eléggé sok csapat van, akik így mennek. Megint hobó! Hol? Változó, hogy kiktől szoktunk nézni. Meg van egy srác, aki... Srác? Egy hobby. Szokott reagálni ilyenekre, és sokszor a reakcióit szoktuk nézni, mert besírsz rajta. Ahogyan így reagál ezekre. Imádom. Akkor valami olyat lát, amilyen nagyon, hát creepy, hogyha az tényleg igaz, és akkor így elkezd ökölődni ott a kamera előtt. Jó. Hihetetlen. Olyan szöveget tol néha, hogy nagyon... Tehát az már nem is úgymond a félelmetes dologok közé tartozik, hanem inkább a viccesek közé, mert általában mindig sírva nevetünk minden alkalommal. Meg is tudom? Van a quest? Nem. Az gond. Nem, várni kell. Imádom ezeket a zenéket. Mi az vészek? Jönnek itt az achievementek. Pedig egy hirtelen nappal lett, aztán itt a zene abban maradt, pedig már nem sok kellett volna. Mit kell neked csinálni? Falcon Hunt. What kind of... what is this? A paródia? Nem, azt nem. Mi ténylegesen ilyen bemennek mindenféle elvileg kísértet járt a helyekre, meg nem tudom, láttak valamit, vagy felvettek valamit, és akkor azok ilyen összevágások. Tegnap is ugye ilyen összevágást néztünk, de hát én nem tudom. Én mindig az vagyok, aki ilyen... A végig gondolja azt, hogy az hogy lehet lekamuzni. Amúgy. És sokszor, amikor valaki megijed, akkor így ilyen libabőrös lesz, ugye? Tehát az elő szokott fordulni. Én nekem nagyon-nagyon-nagyon ritka az, hogy megtörténik. Nem az, hogy teljesen, de valamennyire is. Valahogy nem hatnak meg ezek annyira, különösebben. Oh! Na jó van, hát csak... De ezek a döglött halak, hogy miért vannak ott mindenhol? Investigátoljunk. Lehet megették a halakat a krokodilok. De mondjuk volt kettő dolog, ami nagyon furcsa volt két videóban. Az egyik olyan helyen volt egy árnyék, és olyan helyen mozgott egy árnyék, ami nagyon emberinek nézett ki, ahol nem állt senki, és nem láthatott senkinek az árnyéka. Az mondjuk fura volt. Az nagyon fura volt. A másik meg egy folyosón ment át egy árnyék, és pont felvette a kamera. Nem volt ott senki. Na, ez a kettő volt eddig a talán legérdekesebb, amit láttam. Ó, van itt egy ilyen kémé. Meg kéne mennem. De az meg questen kívül van. De viszont oda kéne mennem, mert ott vannak a vulcsoroknak a cuccai.
Na jó, csináljuk ezt majd. Hogy? Én nem akartam felmászni. Megadok mindent, aztán gyorsan megcsalom ezt a... ...ölgort. Valahogy ki lehet használni ezeket a virágokat. Nézzétek, átlöktem őket a jégen. Így, hogy aztán megcsapkodjam őket a kis árammal. Igen, és van még ilyen valahol? Látok ilyen valahol? Kettő. Lát, hogy fel. De én nem akartam most még ide jönni, ne haragudjál. Még azt szétütjük azt, mert itt is lesz, hogy... Értem. Egyértelmű! Most karaktercsere, gyors. Na, juk. Az mamoti. Oké. Töljük egyszer. De ez akkor itt vagy még? Akartam tudod valamit. Vagy nem csak úgy. Akartam tőled valamit. Vagy mind nem csak úgy, csak amúgy. Mindenkitől. Nem mindenkitől, vagy mind... Az nem. Egy tepi, az úgy. Egyre szarabbul hangzik, úgyhogy befejezem. Úristen. Az a jó, legalább még saját magamon tudok nevetni, nem? Beszélek össze-vissza. Ott van nénénk. Meg van magadta egy tábla, azt el kéne lopni. Olyanok, mint te szoktak az apokaliptikus filmekben meghalni leghamarabb. Mert nem félnek? Nem, most felvázolok egy szituációt, amit tegnap nem értettem. Szóval, egyedül kempingezel egy erdőben. Mert az egy tök jó buli. Majd az éjszaka közel... Ah, bűrűs. Mert ráfáltam majd szere. Az éjszaka közepén, mondjuk hajnali... Hajnali kettő környékén azt hallod, arra ébredsz fel, hogy valaki egyre közelebb lépeget a sátradhoz. Ja. Egyszer csak nem hallasz már réteket, de azt hallod, mintha valami kaparászná a sátradat. Majd utána az nem elég, hallasz egy ilyen... ilyesmit. Mit csinálsz ebben a szituációban? Ez a kérdésem mindenkihez. Mit csinálsz egy ilyen szituációban? És utána elmondom, hogy miért kérdeztem azt majd. És elmondom, hogy én mit mondtam. Hogy egy ilyen szituációban szerintem milyen két opció van, amit az emberek csinálnak. Ó. Helyebb kéne mennem. A madarak után kell menni. Egy csak körbenéznek. Visszafelem. Több, mint hogyha ide terveztek volna, hogy bossznom. Ránézésre. Nagy tér, nincs semmi. Simán betehettek volna egy olyan nagy
baszott madarat, ha más nem. Azt a... a fura madarat, azt a... akartam mondani, ami ilyen nagyobb, és meg kell... De még lehet följebb menni. Én nem csak mellett néz. Na, miért tudom, gyorsan olvasom, milyen válaszok jöttek. Lejött a szomszéd, aki eddig a sátor tetején lakott, szóval neki sátorolja új hely. Kimegyek és lecsapom, mint a taxiórát, ha ember az illető, ha állat, akkor meg betöltöm kolbásznak. Na, én erre azt mondtam, hogy két dolgot csinálnak ilyen esetben az emberek. Olyan szinten kusba vannak, hogy még levegőt sem próbálnak venni, ugye? Vagy elkezdenek üvölteni, mint a barom, és kimennek, és buli, és indul a buli. Ez a kettő opció van, tehát nem az az opció, amit az illető csinált a videóban, mert mit csinált az illető, ugye be volt kapcsolva a kamera egyértelműen. Elkezdett suttogni, hogy nem tudom, hogy kapcsolják-e vizét, lámpát, nem biztos, hogy jó ötlet lenne amúgy szerintem ilyet csinálni. Geta, kinn állnak a sátrad előtt, legyen az ember állat bármi. Szerinted nem hal téged? Hogy te suttogsz a kamerának, hogy lehet, hogy kéne amúgy kapcsolnom villany, de nem biztos, hogy jól le. Really? Szóval így nem, nem. Itt vagy, tényleg, nem, vagy csöndben, csöndben van az illető, semmit, te még levegőt sem mer venni, annyira csöndben van, vagy olyan opciót válasz, hogy üvölt, mint a barom. Mert hogyha mondjuk állat elijeszti, ha ember is elijesztheti, és kimegy utána körbenézni. De nem beszél. Egyáltalán. Semmit. Szóval ezért volt fura ez a videó amúgy. Nagyon. Nekem kicsit ilyen... Volt egy csávó, és ugyanígy járt. Viszont nála, amikor egyből az a... nem tudom mi, ember, akármi, állat, lény, ott volt a sátor mellett, akkora faszi, aztán olyan kusba volt, nem volt az kérdés, hogy én bezélek, vagy nem bezélek, full csöndbe volt. Még a villanyt is lekapcsolta, ami előtte be volt, vagy a lámpáját, ezért, amit ugye előtte be kapcsolt. De milyen redva volt? Tehát itt nincs... Enter the red vowel. Odafő. Ez? Vagy jó? Veronika, előbb ott voltál, mint a Z-Quest. Látjátok? Mondtam, hogy túl nagy a hely ott. Csak én egyből mentem lootolni, és nem azzal foglalkoztam, hogy ott a questem. Aki otthon hagyta, csaj volt az illető, csak miért kell, érted? Tehát akkor nincs értelme, hogy valaki ott van, valami ott van, és te elkezdesz suttogni. Hát az legyen ember állat, az hallja. Nincs értelme. Hajnali egyet ért, ugye? A fasztinál érdekes volt, mert olyan nagyon fura hangok voltak, amiket hallott. De az ott nem lépések, vagy voltak lépések is. Tehát olyan hangok voltak... Én nem azt mondom, hogy szerintem vaddisz. De a vaddisznó se jár jól az illető. Amúgy. Amúgy Genshin fejlesztő vagyok titokban, csak nem tudtok róla. Hogy mondtam, hogy egy ilyet kellett volna ide rakni? És az a valami is közelebb mentem ugye a sátorhoz. Nem egyből. Eltelt ott azt mondja, tehát hallott ezeket a fura hangokat. Utána eltelt egy kis idő, később hallott, hogy kinn a dolgokkal zörög, amiket szerintem az illető kinhagyott. Én erre mondtam azt, hogy lehet, hogy valami kajás, ilyen konzerveket, tehát úgy hallatszott, mintha valami konzervszerű dolgok lennének,
üres dobozok, és azokat zörgetni, mert akkor lehet valami tényleg valami disznos kaját keres. És ugye fény volt az embernek a sátrába, tehát a fény után oda mehetett, de... Nem tudom, tehát az volt a fura, hogy... Amikor közelebb ment a sátorhoz, ez a valami, aztán most nem nézem, hogy faszit felkiáltott aztán, amikor olyan nagy kúsba volt, de tehát az a lényeg ennek az egésznek, hogy amikor elfutott ez a valami, tök úgy hallatszott, mint a két lábon futott. Nem, mintha én akkora expert lennék megállapítani azt, hogy most valami két vagy négy lábon szalad el. De? Tök úgy hallatszott, mint a két lábon szaladt volna. Szóval ez egy érdekes videó volt. Viszonylag. Ilyeneket szoktuk nézni szabadidőnkben. Meg ténylegesen ilyen haunted house-osokat. Két angol srácot néztem legutóbb, ők érdekesek voltak nagyon. Ja, mert most a skorpióra megyünk rá. Ó, akkor lesz a kígyó is, gondolom. Mindegyik creature után kell menni. Akkor az egy olyan quest. És? Hát igen, már mindenki a retket ott tartja fönn az ilyen helyeken, nem. True. Papio. Ja! Rájöttem, hogy elektromos karakterrel vagyok itt. Vagy medve az a lightbox, nem tudom, fura volt az egész. Mondom, vannak ilyen érdekes videók, amiket találni szoktuk. Aztán mindenki annyit hisz el belőle, amennyit szeretne, ugye? Én általában azok, hogy mindig próbálj átgondolni, hogy lehet ezt lekamúzni. Amit épp látok. Nagyon ritkán van az, hogy jön a, ahogy szoktam mondani, ez az angol srác, a chicken. A liba bőr. Mert ezek ikrek. Aha, okay. Lehet innen találták ki azt, hogy a víz alatti rájáknak is legyenek ilyen ikreik, akik kell elszenvedni. Ultimat. Jól vagy, Tálda? Rázza a fejét, hogy nem. Igen, jól vagyok. Ez nekem fura csak amúgy, hogy mindig a Genshinben ez van. Ha megkérdezik, hogy jól van-e valaki, vagy bármi, rázza a fejét, hogy nem, de mindig igent jelent, amikor rázza a fejét. Ez miért van? Mi az, amit nem értünk? Valószínűleg rossz a fordítással nem jön át a kérdés, tehát valószínűleg nem az volt a kérdés, hogy jól van-e, hanem valami más, hogy nem sérültél meg, és rázza a fejét. Tehát valami itt elcsúszik, én szerintem a translating során. Kínairól angolra, vagy nem tudom, hogy csinálják, hogy kínairól angolra fordítják, vagy kínairól fordítják mondjuk, mit tudom, koreaira, vagy japánra, majd azt angolra. Bármi is lehet. Vagy ez a föld alatt van? Fű, várj, akkor itt végig kéne menni, mi? Ezt meg összeszedjük, mert erre meg szükség.
Kicsit ilyen, ilyen nagyon szomorkás zenék vannak amúgy ezeken a, ezeken a szomorúi sivatagi területeken, ami full érthető a sztori miatt, hogy ez egy nagyon szomorú hely. De... nagyon szépek a zenék, de sokszor van az, hogy kikapcsolom, mert úgy vagyok vele, hogy farmolok, és ezt hallgatni nem feltétlenül a legjobb opció. Így a szenvedéseim alatt. Nem tudom, hogy én vagyok csak így a zenékkel Genshinben, vagy ti is voltatok már így. Vártam. Nagyon vártam, hogy belevágjon az elektromosság a Hilly csúrba, és utána tudjam fordítani Jean-del a izébe a... mi ez? Pákjába, vagy mi ez? Most mondjátok, hogy nem vagyok gonosz. Mondjátok, itt kell mennem. Erre. Enkonomia? Enkonomia. Szerintem még ott is fixen van olyan dolog, amit nem csináltam meg amúgy. Mert szerintem... nem tudom, hogy hol nézzük. De ezekből néz, mennyi van? Szerintem ezekből nem szabadna ennyinek lennie. Ezekből a sigilekből, tehát ott is fixen elhagytam valamiket. De hát az ember ugye most, hogyha megnézi... száz az egész. Most akkor... előfordul, hogy elmarad az az. Jó fel jövök? Jöttök majd velük játszani? Amúgy, srácok, hétvégén egy kicsit hülyéskedni? Crab game-ben? Vagyitok, itt eloldalazunk. Meg lehet majd jönni Vermintide-re is szavazni. Na megnyerni játékokat. Tudom, hogy a túloldalon is van, de most tudjuk vele, hogy... hát itt kéne kimenni. Hogyan megyek ide le? Mert ez azt mondja, hogy ez egyen lejjebb van valahol, nem? Most vagyok itt. Tehát valahol lejutok ide. Erre. Hogy az? Hogy jutok én oda be? Ide. Mert itt nézem, és egyszerűen nincs át. Nincs út. Tehát nem mutatja, hogy hol az út. Ide.
Olyan, mintha itt lenne valahol. De itt nincs út. Csak megpróbálok, erre elszaladok. Összeszedem az izad urákat. Mert ez meg fölfele visz, nem lefele. Most kijöttem. Vagy lehet, hogy onnan tudok bemenni, mert ott van egy út. De ez megint az izéhez visz le, a bosshoz visz le. Itt meg ugye nincs sem erre, sem plusz út. Ilyenkor mi van? De mintha fönn lenne. De fönn hol? Legfölül. Ó, nézzétek! Itt? Itt. Tiadalma, rosszul érzem magam. Nem tudom, miért Tiadalmának hívom. Tudjátok, ki volt Tiadalma? Melyik iszében volt? Filmben volt Tiadalma. Nem hazudtoljuk meg magunkat. Nem, mindig eltévedek. Mindenhol, minden játék. Aha, Karib-tenger kalózai, azaz. Kalipszót, a Kalipszót hívták Tiadalmának. Iza! Obu! Hát egyet elkaptam. Már előbbé vagyok. Sőt kell megállnom. Csá! Tengi csokü! Csokü! Mindenki csokü! Kazuma Kami! Sayonara! Ezt rengeteg karakter mondja, hogy sayonara, basszus. Ez is mondja, Utaho is mondja, a Kiscsa is mondja. Linet. Nem, a Linetet is hallottam volna sayonarázni. Oké, jó. Szezám, Nároly? Hold on! Wait a minute! Nem adott nekem lootot ez a bánat? Ennyi. Hát a loot az... A lootom pom 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 pom. Na, szürkítsd el itt a dolgokat. Köszönöm. Már azok nem spoiler, de elhangzik sajnos csak írásban. Az egyik új fontány küldi benne a kedvenc szíson. Aztán már végigjátszottam, mert ugye mindent megcsináltam, ami quest volt. Csak gondolom így nem nagyon olvastam. Sokszor, amikor érdekes dolog volt, de azt is így átkippeltem valószínűleg. A lámpás, csoda lámpás. Nem tudom, mit tegyek vacsorára, srácok. Tegyek vacsorára.
Van még egy teljes kiörülésű kiflim. Sokszor ilyenkor tudjátok, mit csinálok? Főzök magamnak egy kávét, teleöntöm jó forró tejjel, egy teljes kávé, meg egy kifli. Ezt végeztem vasorra. Most már részét kéne ennem valami zöldséget, vagy gyümölcsöt, már nagyon kevés zöldséget, meg gyümölcsöt eszek. Mivel, hogy nem tudom megenni őket. Temple of Gurobard. Kespi. Cool. Végeztem a questtel? Még egyet megcsináltam? Lehet kéne sárga répát tenni. Nagy gondolatokban vagyok, mit kéne fogyasztanom. Ja, és akkor itt vagyunk. Hát csak ebből most állapítsd már meg. Hát jó, amit meg tudtam volna állapítani. De miért nem rajzolták ezt a csíkot végig? Leave her, Johnny. Hát már hallottam, csak így névre nem, tehát névre nem tudom. Figyeljetek, odaírtam, hogy... Semmi, azt hittem odaírtam, hogy Pin, mondom, ilyen hülye vagyok, de nem. Itt vannak jelzéseim. Itt valamit elhagytam. Látszik. Az látszik. Még egyszer ránézzük a kanapót. Mi látszik? Hogy látszik, nem? Megszerezzük ezt a ládit, aztán szerintem így... Annyi-nye. Van valami belül, amit lootolni kell? Nincs. Kő ereje legyen veletek. Hogy lelöktem? Nyomott egy cukaharát. Ágyel. Hát fogok is ágyelelni. Nagyon azon nézőleg gondolkozok, hogy fogom. Az az ötletem támadt, hogy ugye ketté vágom ezt a kis kiklicskímet. Keresek bele, van új... Nem, mi az? Ilyen csirkemásonka. Szerintem csinálok egy ilyen tejfölös, valamilyen majonézes, valamilyen sosítkát, meg vágok fel sárgarépát, és akkor lesz zöldségem. Amit fogyasztatok. Elvileg amúgy itt van egy kulusz. Gyakorlatilag szerintem nem itt van. Vagy, de itt van. Nézzétek, csak bejelöltem magamnak, akkor jó. Akkor jó. Cool. Nice. Ennyi lett volna, azt nem csináltam meg. Amikor aztán nem is jöttem ide, csak átfutóban voltam. De ez az, amit nem csináltam meg. De ezt el akartam kezdeni. Ott is van valami. Hely. Hú, itt aztán valám minden. Na várjatok. De tesszük egy ilyet, hogy... Tele! Cuccal! Csak tudom, hogy itt aztán van minden. Ja, én tényleg várok mindenkit szombatra most, srácok. Én nagyon örülnék, hogyha jönnétek velünk játszadozni. Meg szavazgatni, meg nyerni. Mert ez a másik dolog, hogy sokszor sorszorom a játékokat, és így nem...
szoktak a játékokért menni, pedig full ingyen van. Kaptam tőletek támogatást, támogattak azzal, hogy itt vagytok, néztek, beszélgettek. Szuboltok, meg ugye épp ami van még. Nyugodtan lehet ezekért menni. Pötyi-pötyi, fix-krax, így jó. Kérdés az, hogy melyik sorrendben van. Gondolom ez a pötyi-pötyi. 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 Akkor kígyó. Erre patyingáltam. Krix-krax. Pötyi-pötyi. Kész. Nem? Miért nem? Pötyi-pötyi. Ez a vonat. A pötyi-pötyi. Még mindig nem! Még akkor van valami. Honnan ott valahol. Vagy hát hol? Kaliber gémek. Hát próbáltam kisebbeket, nagyobbakat is, olcsóbbakat, drább... Drágábbakat is. Vagy lehet, hogy az emeleten, Veronika. Látszik már minden bajom van, ilyesők. Azt akarom, hogy itt fenn. Egy sem. Lehet, hogy ezt egy másik napon fogom gondolni. Mert ez fura. Egyelőre csak lehet a túloldalon van. Kukucs! Itt látom azt, hogy hol vannak fáklyák. Fixen a fáklyákkal kell alkotni. Kukucs! Ez ugyanaz, oké. Okay. Fákják az... Na jó, hát szerintem itt megállok, aztán majd rájövök. Akkor kedvem lesz újra farmolgatni, hogy mi a szitu itt. És bejelöltem magamnak sok cucc, tele cucc. Ja. Ja, ezeket meg megosztom majd még egyszer a Discordon, hogy lehessen látni. Közben meg... kell csinálnom. Nya. Akkor menjünk valakihez? Amó. Az a baj, hogy mennem kéne kajálni. Lehet nem megyünk sehova. Csak elköszönök. Veletek. Kell a csati pont. Réku. De biztos sok csati pontod van, nem? Mindenkinek.
726, ez... Jó, nem megyünk se orrékos. Van 226 ezer csatorna pont, de azért megyünk. Haló? Azt a mindenit, 226 ezer csatorna pont, az rengeteg. Az rengeteg. 35 ezer, az se rossz, az se rossz. Szuezi csatorna pont, igen. Köszönöm szépen tényleg, srácok, hogy jöttetek nézni, beszélgetni. Köszönöm szépen Muffinnak a követést. Réko, neked köszönöm szépen a 12. hónapot, látom már a szép új badge van. Akkor jövök szombaton, 14:30-kor kezdünk a vermintájdal, oda majd gyertek szavazgatni, és akkor vermintájdal, mikor végeztünk, tartunk majd egy kicsi szünetet, és utána lesz a Crab Game. Én további szép napot, meg hetet kívánok mindenkinek, kitartást, és akkor találkozunk szombaton. Sziasztok!